Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Felhívjuk Babos Timit, aki hétvégén ugye Wimbledoni döntőt játszott, sorozatban már egyébként nem is az első, és hát sajnos egyelőre ezt még nem sikerült ugye Grand Slam kupára váltani, de az és óriási dolog egyébként is a magyar sportot újabb örömhír érte, hogy van magyar Grand Slam döntősünk, és hát az, a tenisz kedvelőknek ez mindenképpen nem nagy dolog, de aki nem szereti, az is tudhatja, hogy... Benne vagyok én, tenisz, ha teniszező lennék, benne nem vagyok, abban nem. Én is benne van most az első négyben, akkor a Babos Tímea? Nincs. Mire gondolsz? Várj, most a négy legjobb női teniszezőben benne van-e? Hiszen ugye egy nagyon-nagyon neves versenyen második helyezett lettél párosban. Az, akkor az azt jelenti, nem? Hogy benne vagy az első négyben. Szavaros észjárás. Én így fordítanám. Jó betegedet. Nem érted. Hát a párosban ugyanúgy van rangsor, mint egyesben. Persze, persze. És tudod, hogy a Serena a legjobb a világon, meg a tesója. Az óriás. Az óriás. Az óriás. Az óriás. Én nem tudom, mit teszik, de nagyon nagy darab. Ott azért nem szeretek egy pofont kapni egyiktől se. Én láttam most. Hát. Szerintem ott a Serena család zsebében van a doping ellenőrzés. A vada mindenki. Anyai ágon, Willendorfi. Az nem csak az ab. Bejött a vada, és így mellel összefogta a fejét. Én gyerekek, én nem tudom, mit teszik, de óriás. Ládás, a húga nem kapja ugyanazt. Tehát, nem. Hogy ott mert leszi előle. Meg kell kizdeni minden falat. Tehát a húga nem ezt teszi, hallak. Csak Serena eszi, vagy azt mondja, hogy az is az enyém. És a húga nem tudja megenni már évek óta. Szóval szegény kis Vénusz, hát olyan csenevésznek néz ki, komolyan mondom, hát féltem, hogy ott a pályán is összeesik. Kétségbe ejtően normális. Kétségbe ejtően normális. Gyanúsan rendes. Na, itt van velünk Babos Timi. Timi, jó reggelt! Hello! Hello. Jó reggelt kívánom neked! Hello. Na, hát nagyon mosolyogtatok végig a döntő alatt, én néztelek, ugye még az előző meccsed után még SMS-eztünk is. Mind röhögtetek ennyire? Mert tetszett, hogy ennyire felszabadult a játszotok, de hogy végig röhögjétek szinte az egészet, az nagyon szórakoztató volt kívülről legalábbis. Hát igen, szerintem egy ilyen döntőt csak élvezni lehet, pláne, hogy ti is most mondtátok, hogy azért két elég szép termetű lánycsával játszottunk, úgyhogy tudtuk, hogy ha nem élvezzük a játékot, akkor igazából nincs is értelme kimenni, mert akkor nagyon nagy vereség lesz a vége. Hát ehhez képest még talán bréklabdátok is volt az első szedben, nem? Vagy legalábbis közel voltatok az, hogy elvegyétek az adogatásukat. El is vettük végül. El is vettétek, aztán, aha, de aztán utána nem sok sanszot adtak Serena egyéni után is. Nyilatkozta már, hogy nagyon jól ment neki egyéniben, hát párosban szerintem még rárakott egy lapáttal, ennyit én még őt rögtézni életemben nem láttam, amennyit itt a döntőn most. Hát hogy vitte a meccset? Szóval Vénusz mellett pedig ő is egy rossz játékos, egyszerűen Serena, amikor kellett mentett, és ő játszott úgy, hogy egyszerűen vitte a tesóját is a hátán. Ő a húg vagy a nővér? Ő a húg, hát illetve középső tesó, még ott a boxukba lehetett látni egy olyan 25 testvért szerintem. Igen. Na, és milyen volt a centerpályán újra ott lenni, döntőt játszani? Hát ez neked ugye már nem az első párosban. Így van, hát fú, zseniális élmény, ahogy mentünk be már a pályára, megint így a páholyon keresztül, hogy micsoda elegancia, meg minden így uralkodik ott. Csomó híresség ott volt, a Trónok harcából rengeteg színész, meg színésznő ott volt Beckham is, Beyoncé, úgyhogy így mellettük elvonulni így a kis teniszruhánkban egy elég vicces dolog, de amúgy zseniális élmény. Igen, ott a VIP pálya azért nagyon erős. Itthon se rossz egy BB Lalival, meg nem tudom, de egy VIP pálya, egy Cynthiával, vagy nem tudom, de azért ott a VIP pálya, ami a férfi döntőn is volt, azért az nagyon erős. Aj, de akkor mondjad, Feri. Hogy én ugye amatőr tenisz rajongó, tehát ami rám ragadt, én például ezt a, mit mondta, hogy mit szedtek el az előbb? Adogatást. Elvenni. Hogy ezt el kell venni. Mit veszel le tőle? Hogy úgy mentetek föl erre a meccsre, hogy tök mindegy, hogy mi lesz, hiszen a testvérek, a Williams tesók legyőzhetetlenek, élvezzük a játékot, és engedjük el. Lehet így fölmenni egy ekkora mérkőzésre? Amikor ezt egyébként megnyered, akkor Wimbledon bajnok vagy.
Azért nem úgy mentünk föl, hogy teljesen feltartott kézzel, de egyébként mi úgy játszunk mindig a legjobban, ha ilyen mosolygósan játszunk és élvezzük a játékot, úgyhogy a 8 között is a világ elsőket, a Hingis Mirza duót is így vettük meg. Hát illetve valószínűleg ez egy kicsit ilyen stresszoldó faktor is volt szerintem, hogyha így lazábbak vagyunk, akkor jobban játszunk, és egyébként szerintem nálam ez nagyon jól bejött, mert én nagyon-nagyon jól játszottam. A partnerem talán picit jobban izgult, de összességében ez biztos, hogy sokat segített. Jó az új partner egyébként? Igen, nagyon-nagyon jó. Szerintem még sosem volt ilyen laza, könnyed párosom, ami most van, úgyhogy én is sokkal nyugodtabban tudok játszani. És a Williams-esok ezek tényleg ennyire jók? Majd azért őket is el lehet kapni, ugye a Kerber elkapta az Australian Open-en Serenát, meg korábban azt hiszem volt befogó hálóval is. Csak lehetek nagyon harapot. Az a durva, hogy ezen a meccsen én voltam a legkisebb, a magam 180 centiével, szóval így mellettük így nagyon-nagyon elvesztem a pályán a partnerem is, ilyen szép nagyra nőtt lányzó, hát a Williams-esok, szerintem a Serena kétszer akkora, mint én. De egyébként a szakmán belül, vagy teniszes berkekben, tehát róla mit mondanak? Szóval a házi koszt. Tehát a mama főzi ennyire erős. Szóval én értem, hogy azért a jó amerikai konyha azért az kommentál, hogy így róla így kimondatlanul így megy az, hogy azért őt lehet, hogy valamivel turbozzák, hogy felturbozzák. Hát iszonyat nagy darab, és ő nem volt még ekkora. Hát... Nehéz neked erre mit mondani. Erre nehéz mit mondani, hát az biztos, hogy ez érdekes, hogy azért ennyi kilót ennyire jól meg tud futtatni. Ugye? Igen, iszonyatosan mozog. Voltatok utána a bajnokok vacsoráján? Elmehettek oda ti is ilyenkor? Igen, elmehettünk volna, de én nem mentem, nekem ez lett volna a negyedik, és az vasárnap este rendezik, úgyhogy én inkább hazajöttem, mert végül is nagynéni lettem a héten, úgyhogy wow. Inkább hazajöttem a családhoz. Na, gratulálok! Ez egy egyére ilyet, tehát halálosan úhatsz, érted? Na, ez a bajnokok vacsi, hagyjad is már gyere. Menüt is kívülről tudja az ember ilyenkor. Figyelj, az igaz, hogy még egy kérdésre visszatérve a Williams lányokra, hogy a Serena az mindig csak befelé látják menni a vadának az ellenőreit, kifelé már? Utána néhány kiabálás hallatszanak, utána csemmön örökre. Most együtt voltunk doppingon egyébként. Na, komolyan? Meccs után egyből, igen, meccs után. Vagy hát nem egyből, egy két órára rá sikerült menni. Állva adott mintát? És akkor jött utána. Nem tudom, mekkora kukija van. Mert ott valami nem stimmel az egészen. Az egészen biztos. Figyelj, és hogy elmentél a férfi öltöző mellett, Roger sírása nem hallatszódott ki, vagy így nem? Júj, hát ez Istenem, ne is mond. Na, mesélj. De ezt el kell mesélnem, mert egyik reggel fönn telefonáltam pont nővéremmel, és jött be Roger, és oda köszönt, és beszélgettünk, és én aztán már teljesen oda voltam, és akkor meccs után, amikor megvertük a világelsőket, az ugyanaz nap volt, ő akkor játszott pont a Csilicsa, és gratulált, hát mondom, köszi, de szerintem nem nekem kéne gratulálni, mondom, így kb. Elsírtam magam, mondom, annyira örültem, hogy nyertél. Aztán, amikor meg kikapott, akkor meg pont jött föl mellettem a lépcsőn, és mondtam neki, hogy mondom, hát egy ölelést esetleg, mert mondom, Zeri szegény nagyon ki volt készülve, mondja, hogy hát jó, elfogadja. Mondom, úristen, megöleltem Féderet. Nem mondod komolyan, de ilyen közvetlen velük a viszony, ilyen jó arcon. Hát ez tök jó. Nagyon, nagyon. Meg volt zuhama, nagyon? Nagyon szegény, nagyon. És utána ment föl így a VIP részre, és ott volt pár színész, meg pár haverja, és ott még bájologni, meg jópofiznia kellett, mondom, szegény, azért annyira biztos nincs sok kedve, hát vannak kötelező programok. Úgyhogy a kezében volt a meccs igazából. Tehát hát ott, nagyon, ott nagyon, volt. Nagyon. Igen, nagyon. Ott volt. Figyelj, és amikor itt Szárnyaszegeten sétáltál, akkor így nem hallottad, hogy mondja, hogy pedig Balázs is annyira hit bennem. És csalódást okoz. Hát én mondtam Balázsnak, hogy jön ki, de hát aztán lepasszította. Igen, sajnos nem tudtam. Igen, igen, felajánlottad, nagyon cuki voltál, csak sajnos nem tudtam megoldani. Meg én mint masször, vagy mint házi? Figyelj, én minden, viszem a táskát, fogom a kulacsot, kéjem, kezdem meg nyomsz egy ütőt, adsz egy badget a nyakam, én bármi vagyok, érted? Mindenhez értek. Én mindenhez értek. A szolfés tanárom. Na és most mi a következő? Lassan az olimpia, nem?
Hát igen, addig még azért van kettő versenyem, úgyhogy még előtte Kanadába, meg Amerikába fogok játszani, úgyhogy még van bőven teendő, de most, hogy itthon vagyok pár napot, most viszont mindent el kell intézni, szóval megyek ma ruhapróbára, megyek megint ilyen doppingos előadásra, úgyhogy postára. Még rengeteg ilyen... Igen, feladok ki, tíves számlát, egy elműcsekket. És utána irány az olimpia, hát azért az egy nagy dolog. Ott is egyéniben is, párosban is, mindenhogy? Igen. Úgyhogy az nagy dolog, nekem a londoni volt az egyik legnagyobb élményem, azért akkor még 18 évesen így találkozni a legjobb sportolókkal, az hatalmas feeling volt, most kicsit más szerintem a dolog, most már azért ismerek több ember, de biztos, hogy zseniális élmény lesz. Mennyit léptél most előre a világranglistán ezzel a döntővel párosban? Hát szerintem visszajöttem így a top 10-be nagyjából. Meg most az új partneremmel is nagyon jó helyen állunk, szerintem negyedikek vagyunk az idei ranglistán, úgyhogy idén is az a cél, hogy tudjunk majd a VB-n szerepelni az év végén Szingapurban. Wow, igen, a férfiaknak Londonban, a nőknek Szingapurban. Igen. Olyan jó lenne egyszer egy magyar lány oldalán látni, párosozni. Hát most az olimpián az ugye ott magyar partnerek lesz. Ott ugye kötelező, úgyhogy ott kaptunk lehetőséget, ami nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy ott tudok magyar lánnyal. Hát őszintén egyáltalán jó lenne, ha magyar lenne a versenyeken, ahol én is játszok, mert én akkor beszélek magyarul, amikor a családdal meg barátokkal beszélek. Szóval jó lenne, ha lenne több játékos. Remélem a következő években azért majd. Hát most lesz. Már így a fiatalabb generáció azért jön, nem? Juniorban azt azért így hallani, hogy úgy nyernek igen, ezt. Igen, azt... nagyon jó juniorok vagy juniorjaink voltak az elmúlt években, hát még nem élem, vagy hát egy-két éven belül, hogyha odaérnének, az nagyon-nagyon jó lenne. Igen, hát mondjuk a felnőtt azért az megint egy nagy ugrás, főleg aztán az ember, amikor top 100-ban van. Jól van, Timi, mi nagyon gratulálunk neked, sokszor tényleg, nagyon-nagyon szurkolunk, én néztem az összes meccsedet, ugye még SMS-eztünk is, tényleg nagyon-nagyon klasszul játszottatok. Hát ennyire jók a Williams-ek, de hát egyszer hát majd elkapjátok. Nem vesztettek még döntőt, ez volt a 14. zsinórban. Jézus, Atya Úristen! Ez mennyire pszichésen ott kell lenni, meg testileg. És a mama a legjobb, aki majdnem elaludt az egész döntőn, elaludt konkrétan, rettenetes élcunyókát, és a lányok megnyerték, olyan unottan, rezignáltan, hétköznapi módon fogadta, és kicsit mérges volt, hogy neki most föl kell állni, hogy vége van, mert olyan jól szunyókát, hogy nem. Jó, mondjuk egyénében már 22-et nyerjük, már nem rász ki a idegén érzelmét. Hogy mama akkorát szúnyókált a páros döntőn, hogy igen, kicsit azt láttam az arcán, hogy miért nincs még egyszer, hogy ne ébreszetek már föl. Igen. Tudom. Éppen most a páros döntő, mit egyéni döntő, utalnak egy olyan 2-3 millió eurót. Jó, na, pályát, miért nem aludhatok? Megyünk már valahol egy csilisbaba. Ez volt az arcán. Mama nagyon kemény. Szörny. Mama is szörnyesen kemény. Oké, Timi, puszilunk, gratulálunk, és drukkolunk, beszélünk még. Köszönjük szépen. Babos Timinek, puszi, köszönjük. Ciao, ciao. Hello. Timi. Hát azért ez egy nagy dolog. Nagyon nagy dolog, és előbb-utóbb remélem, hogy... Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Beszéltem reggel a három terepfutóról, akik arra vállalkoztak, hogy 1160 kilométer teljesíteni, tehát gyakorlatilag az országos kék kört körbefutják. Ugye Zenyik Róbert, Megyesi Gergely és Lőrinc Olivier vállalkozott erre, és marha jó, mert van náluk GPS, és folyamatosan látja az ember, hogy milyen irányba mennek, ők most egyébként pont a vihar irányába mennek, a hideg frontnak. Hát legalább nem lesz neki. Melegük. Na, ez is igaz. Ugye? Ez is igaz. Mit gondol, amatőr emberről, nem lesz legalább meleg, lemosra első az útporát. Balaton felvidék, szép hely. De most csak nekem csak ketten vannak fönt. Aha, nem, egy kamerázik. Hárman vannak, nem, kettő lehet, fut, egy fut előttük hátrafelé, és azt mondja, most jöjjetek egy hatas VHS kamerával a vállán. VHS kamerával a vállán fut, és mondja, most veszlek titeket. Mondom, nekem kettő van. Mondom, hogy egy eltűnt. Úristen. Igen, lemerült. Egy megállt. Napelemes. Tatabánya felhő nem csepereg, Veszprém megye, kup. Kupos. Aha, az nem jó, a tablettás jobb. Én se hiszem a kúbban. A gyereknél működik, de nem, felnőtt... kellemetlen, frusztrálja az embert. Tehát én azért nem szeretem. Hát attól függ, kire kell. Mert érted, egy tabletát lenyelni, meg ugye inni rá 2 deci vizet, de hát egyszerű. Hát igen, mondjuk ebben is van valami, hogy attól függ, hogy kirakja fel. Igen, vagy mennyire a kúpot lenyelni. Atasd be a feleségeddel a kúpot. Persze. Az pillanatok alatt, ez felszívódik hamar. Az a baj, egy pillanatra, hogy átmegy a két zárógyűrűn, az a nehéz, az a fájdalmas, utána már megvagy. Mélyen a szememben néz. Sokkal jobb, mint az orvosok. Szeretlek, drágám. Mire kellett kúpot kapnunk gyerekkorunkban? Lázra? Láz, csillapító volt, és... Sokkal igen. Gyorsabban felszívódik. Állítólag. Csak a felnőtt koromban miért nem adjuk?
hatásosabb a gyógyszerszokon. Nem olyan, igen. Meg hát ugye gondolj, hogy csecsemővel vagy kisbabával a gyógyszert lenyeletni, az is egy macerás dolog. Így meg kisolaj, föl a láb, azt így már van. Kész is. Igen. Nem még nekünk kölgjön. Ez. Szorítsd össze, drágám a fogad. Igen, mondjuk ezt beadod a hetes buszon magadnak a kupot, azért az lehet, hogy nem lehet egyszerűbb lenyelni egy orálisan. Akkor már tényleg nagy a baj, hogyha arra vetemedsz a forgóban. Igen. Van. Na, itt megkapaszkodom, legyen kedves tesség. Júj. Segítsenünk. Segítsenünk egy kicsit, igen. És el kell terelni valamiből a figyelmüket. Nézzék már, ott a Gellért szóval. Rak fel. De azok olyan nagyon-nagyok voltak a gyerekkori. Kupok? Nem, gyerekkori, nagynak érezted. Hanem a gyerekkori kúp, amíg még a Somának is kellett, ahogy csecsemő volt, az ilyen óriásinak tűnt a babatestéhez. Az egy anális megerőszakolás. Ugye? Szörnyű egyébként. Az kemény. Az megmarad. Hát felnőtt korodban is emlékszik, hogy anyád fölnyomta a lábadat és beadta a kúpot. Nem emlékeztek rá? Nem. Na. Te igen? De. Amikor megfogta a két kis pici lábadat, és így föltolta le. Nem lehet emléked a kúp beadásra. Ez a legkorábbi emlékem. Illetve nem, a legkorábbi emlékem, hogy felsírok, ránézek a naptárom, május 17, 1970, soha nem felejtem. Nekem van egyébként, van egy napos képem. És állítva minden baba aludt, észrevettétek, hogy minden egyes anyukának van egy ilyen legendás története rólatok, ami azt próbálja meg hangsúlyozni, hogy itt milyen különleges gyerekek voltatok. Az én legendás történetem ez. Mindenki aludt aznap az újszülöttek közül, amikor bement a fotós, mindenkiről készített képet. Egyetlen gyerek nem aludt, a kis Janika. Neki nyitva volt a szeme, mintha várta volna, hogy jön a fotós. Azt hittem, valami idegen nő csöcsét fogdosszant. Idegen nő csöcsét. Hát bármilyen, már akkor is csak csöcsét. Igen. Már akkor is csecsrement. Már akkor is cici perverz voltál. És megtaláltak egy alvó nővérrel, akinek már ki volt gombolva a blúza. És az a mosoly. És nyomokkál, mintha azt mondtad volna cici. Egy naposan cici. És nagyon dősen néztem azokra, akik megpróbáltak letépni róla. Na, hallottátok az orosz titkosszolgálat történetét? A napokban történt, nagyon szeretem, Oroszországban retteget titkosszolgálat, FSB, ez az ő nevük egyébként, nyilván ez oroszul jelent valamit. 50 frissen... Okos. Hát, van itt Gógyi. És még van itt, ahonnan ez jött. Kapaszkodhatunk, Feri. Ez kemény ez. Az egyre aktívabb FSB 50 frissen végzett diákjáról van szó. Akik, egy frissen végzett diákról, mert FSB 50-nek hívják ezt a szolgáltatot, vagy az FSB 50 frissen végzett. 50 frissen végzett diákról, akik, hát ugye tulajdonképpen elvégezték azt az iskolát, ahol az orosz titkosszolgálat ügynökeit képzik ki, majd csináltak egy terepjáros felvonulást. Egy konfociszak. Egy klubot. Csináltak egy ilyen erődemonstrációt, amikor is felvonultak, hát talán Moszkvában, de mindegy is, brutális nagy brabuszos gamer cikkel, ugye ez a gamer cikk, ez oroszok rá lehet, és magyarok rá is, hogy ez egy státusz szimbólum, 60-ra AMG brabusz, gamer cikk, ez a kocka. Akinek az van, az nagyon menő? Tessék? Az nagyon menő, akinek az van. Hát ez megítélés kérdés, hogy kinek mi a menő, tudod, szóval nem tudom. De Magyarországon is látni ezeket a kocka gamer cikket. Felvonultak, egy ilyen terepjárós parádét adtak, és az erről készült képeket és a videót feltöltötték az internetre. De ők nem titkos szó. Tehát, na most ez az érdekes a történetben titok. Egyébként. A titok szóval nem engem megfogott. Az autóba. Nem az volt, hogy letekert ablakkal integettek? Nem, csak az autók. De hogy én értem, hogy ők levizsgáztak, és van diplomájuk abból, hogy ők titkos szolgák. Na de hát ezt nem vered nagy dobra. Na most ebben a történetben, hogy ez a zseniális, hogy ők frissen diplomázva kijöttek az iskolából, és azt mondták, mi mától orosz kémek vagyunk. Kibéreltek, vagy adtak nekik 30 darab gamercit, és végigmentek az utcán úgy, hogy az összes fotón felismerhetőek, az összes videón felismerhetőek. Remekül! Nagyon egyébként jó. Látható az arcuk, felismerhető és beazonosítható. És hát áll a bál. Nyilván áll a bál, és óriási ügy van belőle, hogy lehetek ennyire hülyék. Most gondolod, de 3 évig tanulod, hogy hogyan rejtőzködj, hogyan átszázd magad, hogyan legyél az orosz titkosszolgálat. És most mindenkiről javára. Van egy nagyon-nagyon jó minőségű mozgókép, amin gyakorlatilag mindenki vele azonosítanak. Illetve az osztálynak volt nyilván egy fedett ügynök szekciója is, akik szintén felvonultak, de őket nem lette észre senki. Mert ez nem lehet, hogy ez terelés. Hogy közben hogy valódi 50 frissen végzett pedig elsmattyogott hátul a gazdasági bejáraton? Haza trollizott. Bizony ez. Igen, hazamentek trollival, beültek egy Volgába, egy lesötétített Volgába, és hazamentek. És már régen otthon vannak. Na de gondold el, mit tanulsz meg először? Tehát először megtanulod, hogy maradj veszteg.
Jó, ez az egész. Maradj vesztek. Igen. Maradj vesztek. Álcázd magad jól. Kezdődjük. Az első és legfontosabb. Maradj vesztek. Mindenki, mindenki figyelj. Szemkontaktus. Maradj vesztek. Drága jó nagymamám, mondogatta mindig ezt. Maradj vesztek. Nem úgy van, hogy támadunk. Nem úgy van, hogy megyünk. Kettes. Nem. Álcázd magad jól. Aha. Hármas, rejtőzködj. Négy, mindig legyen egy bokor, ahol elbújhat. Ez most a Bazsi iskolája. Ez a Bazsi féle, kémelhárítás. Hatos, mindig legyen előtted egy újság, egy cigarettával kiégetve a két szemednek, hogy át tudja rajta nézni. De az nincs benne, hogy jól kivehető képeken vonulj végig Moszkva utcáin gamercivel, és közben mutasd meg magad az egész világnak. Ezt hol tanulták vajon a három évben? Vagy ez az új orosz módszer valószínűleg. Üdvözlök mindenkit az álcázás órán. Néhányan ennyire jók, vagy nem jöttek el? Hol vagytok? Mászhatok el. Nem látok, nem látok semmit. Néhányan már most rohadt profi. Tehát az orosz titkosszolgált elköltött rájuk dollármilliárdokat, valószínű, hogy kiképezzék őket. Erre friss diplomával végigmész a gamercivel? Három perc. Hát, van ez, három perc ott lőtted. Nem, szerintem úgy voltak vele, hogy mindenkit, aki majd látja ezt a felvételt, illetve ott a helyszínen látta a felvonulást, el fogják hallgattatni. Ez lesz az első projektjük. De 50 kiképzett embert kinyírsz? Nem, ők valószínűleg azok, akik elhallgatják azokat, ja, akik látták a felvételt. Akik látták a videót, mi? Figyelj, ezért fejek hullanak. Tehát ez egy valós baki, és ez valójában megtörtént, akkor ott már hárman éppen állnak, körülbelül térdik belebetonozva egy újonnan épülő társasház alapjába. Az 50 ember már valószínű, hogy valahol visszavott engedélye, nem tudom. Egy nagyon messzi munkatáborban készül egyébként az első csákányút is beleverni a betonba. Tehát ez egy óriási baki, hát, amit megcsinálták. Erre az oroszok nagyon hiúk, de erre mindenki. Hát mert ez tök ciki. Fejlődő országból fogják bevetni őket, ahol nincsen internet. Igen, mi az első kiképzés? Hát vagy mindenkinek egy plasztikai sebész. Tényleg, az mindenkit is átműtenek, vagy aha, nővé, nem tudom, vagy az arcukat. Egy másik osztálytársává, és soha nem találják ki, hogy ki volt kicsoda valójában. Kicsoda. Mennyire reális, hogy 50-ből egynek se esik le, hogy gyerekek, ez nem biztos, hogy jó. Hát nem okosak. Tehát amikor azt mondod, mi csináljunk? Vonuljunk föl, nem jó. Menjünk limuzinnal, nem jó. Béreljünk 30 gamercit. Ez a jó. Szergej, ez a jó. Hívom az autókölcsönzőt. Béreltek 30 gamercit, és elindultak úgy, hogy végigveszik őket. Hát ez hogy? Ilyenkor mit mond a főnök? Hát nem, hát itt az volt, hogy nézzük, igen, nézzük a jó bizonyítvány. Szerintem, hogy diverzás akciók 5-ös, közelharc 5-ös, igen, értelmi képviselő 2-es. Tehát, hogy álcázás 1-es. Így van, ezek nem voltak mindenből nagyon jók. Ez egy érdekes szakma, keveset tudunk róla, nem? Igen. Hogy szervezik be őket? Kik szervezik be őket? Akár én is lehetek kém. Ti is lehettek kémek. Senki nem tudja. Te mit kémkedsz itt? Hát utánatok, lehallgatlak benneteket, érted? Valójában? Hát mondjuk hát benne, nehéz. Jelentek, érted? Hát most érted, mi van? Kinek? Mi van, a Lajos emberei vagytok, aha, érted? Hát azért mi van, aztán itt érted, aztán itt időkben aztán. Hát most már nem tudjuk, kinek az emberei vagytok, de régen a Lajos emberei voltatok, érted? Mi van, most már nem veszi fel a telefon. Mi van, és megnagyjatok a közgépbe, érted? Aztán utána meg, aztán érted, aztán itt meg hallok egy-két dolgot. Mivel részesedésünk van a közgépben? A család tudja, hogy ha én kém vagyok? Nem tudhatja. Nem tudja? Hát hogy? A család se tudja, hogy én kém vagyok. Te mit csinál egy kém? Kit? Senki? Te hát te nem mondhatod el. Igen, senkinek nem mondhatod el, hogy kém vagy, anyádnak sem. Azért vagy mondjuk rádiós műsorvezető, hogy aztán tíztől kémkedj. Kire gyanakszanak a legkevésbé? Egy kém elhárítóra. Hiszen ő a kémek ellen dolgozik. Senki nem gondolhatja, hogy ő egy kém. Van egy fedő sztori? Igen. Tehát van Szergej, aki egyébként nőgyógyász, de alapjából kém. Igen. Vagy pöcés vagyok lőrince. Igen, vagy pöcés. Mindenhol egy lőrinci pöcés, és közben egyébként kém. Tehát erről nagyon keveset tudunk, nem? Semmi. Hogy jelentkezel, meghirdetik, hogy kém felvétel van? Szerintem beszerveznek, nem? Igen. Képességeid alapján. Tehát, hogyha de például az egy... Ha ezt az 50-et mondjuk a képességei alapján szervezték be, akkor azért nagy ott a képességfelmérési teszttel azért ott nagy baj van, nem? Hát igen, de szerintem, hogyha jól végezte, meg ráadásul mondjuk valamilyen idegen országban, tehát egy külföldi országban, mert hogy belföldi ország nincs, azt Magyarországnak hívják, okos vagyok, tehát, hogy ha egy külföldi egyetemen végeztél, és mondjuk kíváncsiak a te országodra, az országnak a belső viszonyaira, vagy információkra van szükségük az országból, akkor téged ott azon az egyetemen megkereshetnek. Hát de én nem adom. Ha például tehetséges vagy, igen, és jársz egyetemre, akkor ott szerveznek. Jó, ha mondjuk magyar politikus vagy, és mondjuk tudsz papíron oroszul, és megkeresnek, és kiderül, hogy nem, mert vetted a diplomádat, akkor nem ott a pofára esnek. De hogyha mondjuk tényleg kint tanulsz valamelyik egyetemen, ha, és megkerülgetnek,
egy kicsit, beajánlanak egy kisebb összeget, akkor simán előfordulhat, hogy elkezdesz jelenteni. De hát ez inkább ilyen hidegháborús történet. Mostanában nem tudom, hogy erre van-e szükség. Mi van ezzel az 50 emberrel, ezt már soha nem fogjuk megtudni. Hát azt írják a hallgatók többen egyébként, hogy az orosz kormány hazaárulásra vádolja őket. Tehát, hogy ennek, csúnya, ennek a csúnya vége lehet egyébként, hogy ők mentek egyet kémercivel egy kört frissen megünnepelve. Így van. A friss diplomát. És nem Lada Szamarával. Ja, ezért hazaáruló. Van még náluk ez a Gulag nevű intézmény, mert akkor biztos, hogy az egész csapat kívül. Na, alapjáratom ketyeg. Fölhívunk mindjárt valakit, egy volt hírszerző, de nem úgy hírszerző, mint Ákos. Rákos is hírszerző, csak ugye máshogy. Cseri Ferencet, hogy segítsen nekünk egy kicsit eligazodni egyáltalán, mekkora bakinak számít ez tényleg Oroszországban? Mi lesz ezen fiatalokkal? És hogy lesz valaki kém? Hogy szervezik be őket? Baromi keveset tud erről az ember, nem? De ő már beszélhet? Hogy ő már van az, hogy valaki kém? Tehetséges vagy nem tehetséges titkos ügynök jelölt? Egy csomó minden nem tudunk. Hogy ő már beszélhet, ő már volt hírszerző. Ja, ő volt kép. Igen, a Nemzeti Biztonsági Hivatal volt főosztályvezetője. Cseri Ferenc, aki már itt is van velünk. Halló, jó reggelt kívánunk! Hello. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt! Na, mi volt az első reakció, amikor megláttad ezt az orosz videót? Röhögtem. De én még ilyet életemben nem láttam. Hát ez egy óriási baki, vagy még annál is nagyobb? Hát nem, hát nem is nevezhető bakinak, ez valami szertelmes nagy marhaságnak nevezhető, különösen egy olyan országban, az államelnök a KGB-nek volt valamikor a vezetője. Ráadásul egy olyan szolgálatról beszélünk, ahol a fegyelem az igen magas szinten van, meg volt is mindig. Tehát az oroszok mindig erre voltak híresek, hogy nagyon keményen és fegyelmezetten képezték ki az operatív tisztjeiket. De nem jutott senkinek eszébe 50 ember közül gyerekeket, nem biztos, hogy ő ötlet végigmenni, nem tudom, Moszkva utcáin 30 darab gamercivel és videót csinálni róla? Mert lehet, hogy feltűnőek lesz. Azért ez egy óriás, tényleg, hát a bakinak sem nevezhető. Hát. Igen, nem, hát nagyon nehéz szavazapista lenne, és az is felmerült bennem, hogy az elég lesz. Hogy ez valami elterelés? Hogy közben az igazi 50... Hát Mercedes reklámnak kiváló. Hát mondjuk az igaz. A Merci vezetőség a levegőbe csapott, szóval... Hogyne. Hát itt 50 darab kiképzett fiatal operatív tiszt, beül egy igen feltűnő, ugyanolyan márkájú 30 darab autóba, és végig szambáznak vele a városon, mint a győzelem napi felvonulás. Lehet, hogy valamit egyébként terelnek az oroszok. Igen. Hát szóval ekkora hibát én nem tudok elképzelni egy orosz titkosszolgálatról sem, másokról sem, titokzott a szolgálatokról, de hát az oroszok azt mondom, pláne nem. Hogy lesz valaki egyébként, kém őket beszervezik, vagy van egy eldugott egyetem, ahol őket kiképzik, és a tehetségesebbek kémek lesznek? Vagy ez hogy zajlik? Többféle variáció van, országa válogatja a módszerét. Ez általában úgy fogalmazható meg, hogy a titkos szolgálatoknak működnek úgynevezett kutató részlegeik. Ez valamikor nálunk is így működött a rendszerváltás előtt. Ezek járták az egyetemek főiskolákat, és különböző szempontok alapján válogatták ki a végzős hallgatókat. Tehát aki tehetséges volt, vagy akiben látta a potenciát, az kém lett. Igen, tehát megvannak a szempontok, ugye tanulmányi eredmény, családi háttér, egyebek, végzettség, tehát milyen diplomával rendelkezik majd az illető, és akkor elkezdődik egy személyes beszélgetés az illetővel, és felvezetik több lépcsőben az, hogy kit képvisel az illető úr, aki megjelenik, vagy hogy és milyen lehetőséget kínál az ő számára, hogy megmérettetheti magát. Megmérettetheti magát, így van. Egy hírszerző szolgálat, vagy egy elhárító szolgálat felvételi rendszerében lehetősége van, hogy ide belépjen, ha van kedve hozzá. Aztán van olyan is, amikor már korábbról létesítenek kapcsolatot, úgynevezett ösztöndíj rendszerek működnek. Tehát az egyetem vagy a főiskola alatt már bizonyos juttatást is kap havonta, mert már a megegyezés megtörtént tulajdonképpen, és csak az a diplomátvétele után következik majd a kiképzése az illetőnek. És egyébként valóban annyira izgalmas az életük, mint amit az ember filmekben lát, hogy ilyen kis kütyükkel járják az országokat, teljes anonimitásban leszámítva ezt az 50-et, ugye? Hát ők már a teljes anonimitás ugrott finoman szóval. Ha ez igaz, akkor ők nem valószínű, hogy fognak ebben a szakmában dolgozni. Igen, ők már valahol egészen máshol vannak. Valahol más szakmában nagyon egyedül vannak dolgozni. Igen, valamilyen manuális munkát fognak végezni valószínűleg. Hosszú ideig egy sötét hangárban, aminek nincs kijárata, és nagyon őrzik, igen. Szóval, igen, hogy... Putyin altára lettem volna kíváncsi, amikor ezt tudomására jutott. Ráborult az asztalra valószínű Putyin. Ő azért erre
nagyon nem adnak. Lelőtt hát 8 medvéd. Na, szóval hogy a titkos ügynökök élete egyébként valójában annyira izgalmas, mint amit a filmekben látunk? Nem, persze, hát ez túl van cifrázva. Azért mindig kicsit elrugaszodik a valóságtól, hogy szórakoztatóbb legyen. Sokkal prózaibb ez a hétköznapi életben, de hát azért van benne izgalom, feszültség bőven. De be kell épülni mondjuk valahova? Hát olyan is van, persze, hát attól függ, kinek mi a feladata. Uh-huh. Egy hírszerző szolgálatnak az alapvető feladata az, hogy a saját országa számára előnyére felhasználható titkos információkat szerezzen meg külföldön. És Magyarországnak például, ha most hallom, hogy magázódunk, akkor magázódjunk, nem baj, abszolút. Nekem mindegy. Jó, nem, hát én vagyok a fiatalabb elvileg, nekem nem szabad felajánlani. Hogy... Majd én felajánlom. Köszönöm szépen. Kikényszerítettem, mert annyira utálok magázódni, folyik rólam a víz, hogy fogom. Hú, nagyon jó, köszönöm. Hú, szóval neked az volt, Magyarországnak milyen információk kellettek, amikor téged beszerveztek? Vagy te már beszélhetsz arról, hogy neked mondjuk, hogy kellett beépülni, hova és mit kellett megtudni? Hát nem, hát konkrét ügyekről nem beszélünk, nyilvánvaló. Mert ez már elmúlt, nem? Hát teljesen elmúlt, de hát azért vannak ennek még vonzatai, vannak olyan emberek, akik még ugye élnek ezekben a történetekben. De már rajtoltok az ügyön. Ez a biztonságuk érdekében ezeket nem lehet megtenni természetesen. Jó, szeretnék beépülni, nem tudom, Berlinbe valahová. Akkor mit csinálok? Bemegyek, bekopogtatok, hogy jó napot kívánok, én vagyok a Ferkó Magyarországról, szeretnék itt dolgozni, hogy mi? Tehát mi a módszer? Miket lehet? Igen, ezt úgy nevezik, hogy perspektívikus ügynök telepítés. Pont aha, ezt akartam kérdezni, hogy az hogy telepítés. Hogy így elmondom, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogyha kapunk egy feladatot, van egy célobjektum, például legyen külügyminisztérium bármely országban. A külügyminisztériumnak van egy felvételi rendszere. Aha. Mi a saját emberünket, az legyen akár operatív, legyen akár egy általunk kiképzett ügynök, megfelelő kiképzésben részesítsük, természetesen neki lenni kell ehhez megfelelő háttérdiplomával, amelyet ugye elfogadott nyelvismerettel kell rendelkezni. Felkészítjük a saját szakmai szempontunk alapján, és elküldjük jelentkezni őt a külügyminisztériumba. Szóval sajnos nem vettük fel. Ja, értem, tehát hogy így aha, építitek be, tehát aha, teljesen hivatalos úton épülünk. Teljesen, így van. Nincs olyan, hogy a takarító személyzetbe bekommandozza magát. Ilyen folyosókon bujkál nyilván, igen, és beszökik hát, egy egészre. Ha diplomataként akarít bejutatni, tehát ez a módszer. A takarítónőként az is fontos lehet, hát, mert fontos iratokhoz juthat hozzá. Ti tudjátok, hogy most hány kém van Magyarországon, aki ellenünk kémkedik? Tehát, De van olyan, hogy magyar kém és beépül mondjuk a magyar kormányba, és egyébként más országnak kémkedik, de magyar ilyen van? Mondjak nevet. Ez úgy nevezik egyébként... Hogy árulás. Hogy hazárulás. Az egyik oldalról árulásnak, a másik oldalról információszerzésnek nevezik, így van. Uh-huh. Aztán van ennek egy még egy cifrá változat, amikor harmadik országos állampolgárt használunk, úgynevezett idegen zászló alatt. Tehát van egy célország, van egy indító ország, és egy harmadik országos állampolgárt nyerünk meg, és őt küldjük be, hogy ha esetleg valami bukás, vagy egyéb hasonló jellegű ehhez közeli helyzet áll elő, akkor a gyanú ne ránk eredetjen. És hát fedőnevük az teljesen normális? Vagy ilyen nagyon baj, vagy csak három, meg kakukkfészek négy? Igen, a fedőnevet úgy szoktuk választani, hogy lehetőleg semmiféle utaló ne legyen az eredetére. Tehát valami teljesen indítás. Tehát mintha István, akkor Béla. Durvább esetekben, ha István, akkor Kati. Igen. Magyarországon hány kiképzett kémje van? Azt tudhatjuk, hogy hányan szolgálják a hazát külföldön inkognitóban nagyjából, nagyságrendileg? Hát tudhatjuk, de ez konspirált információ. Hát ezeket vagy úgy, meg kéne üljél, hogy elmondd. Vagy ha elmondanád, meg kéne üljél. Több száz esetleg? Vagy csak néhány tucat? Nem menjünk bele. Mennyire vagyunk elmaradva mondjuk az amerikai hírszerzésétől különböző kütyükben, meg mindenféle technikai dolgokban fejlettek vagyunk? Mert azért az amerikaiak lehet tudni, hogy nagyon azok. Ez egy hírszerző szolgálat, a technikai lehetőség mindig az ország teherbíró képességétől függ, és a feladatrendszerétől. Aha. Akkor nyilvánvaló, hogy a high-tech szörny Amerikában van, világon azon a legnagyobb high-tech előny. Ők mindent tudnak, mindent le tudnak hallgatni, mindenhol, bárhol a világban. Nyilvánvaló, számunkra ez nem adatot, mert nem azok a feladatok, mint az őké. De a kiképzettség, a szellemi potenciál tekintetében semmivel nem vagyunk elmaradva senkitől a világon. Az anyagi lehetőségek határozzák meg a technikai színvonalat.
De az ügynökeink bevetési körzetét azt némileg befolyásolja, csak vezetékes telefonokat tudnak nekik adni, nem? Hát azért kicsit el kell rugaszkodni ettől. Igen. Van itt minden, ami kell a feladathoz. És ezek a klasszik James Bondos kütyük tényleg, hogy én egy kamerába rakok, vagy egy tolba rakok egy kamerát, hogy egy kis toll belespriccel egy altató igazságszérumot. Altató levedékes óra, az a legjobb. Tehát ilyenek, most te tudom, hogy tök összehelyes és banális a kérdés, de ilyenekkel egyébként fel lehettek szerelve úgy mindenféle pici kütyükkel, amit filmen látunk, hogy ez egy ilyen óriási túlzás, és nincsenek ilyenek. Ezek általában gagyi eszközök. Ez egy tolba épített kamera, meg mikrofon, de ezek működnek, valóban lehet kapni James Bond boltokba ezeket az eszközöket, csak ennek az a problémája, hogy mindenhova sugároz. Tehát ezt nagyon könnyű leadatni, nagyon igaz, felderíteni nagyon könnyű. Itt a lényeg az, hogyha valaki ilyen eszközt használ, akkor az egyirányú legyen, és olyan frekvencián, olyan módon adjon, hogy a felderítése nagyon nehéz legyen, vagy lehetetlen legyen. Tehát ennél akkor komolyabbak azért ezek az eszközök. Ezek ilyen hétköznapi eszközök, el lehet játszadozni vele, a presszóba, meg a cukrászdába, vagy az étteremben, de hát azért komoly eszközök, komoly munkára ilyet azért nem. De az alap egyébként, hogy minden ellenség és ügynöknőt levartok. Az ellenséges, az természetesen. Igen. Ha tudjuk róla, hogy ő az ellenség. Az édes boss. Igen, fontos megállapítani először. Igen, hogy egy csapatban vagyunk-e, vagy más csapatban játszunk. Hát így van, hány kapura játszunk, igen. Na jól van, Ferenc, köszönjük szépen. Hát ez érdekes dolog, viszonylag tényleg keveset tudunk róla, sőt, szinte semmit, de hát így azért egy kicsit talán... Igen, hát a titkosszolgálat, hogy a munkája háttérben zajlik. Kivéve az oroszok. Ha nem, akkor ez van belőle, és az egész világ ez erőhök. Valódi büntetést kaphatnak szerinted Oroszországban? Biztos hát, nyilván. Ha ez megtörtént, hát akkor szerintem már tartós tejet annál a szolgálatnál nem kell, hogy én is azt gondolom, hogy ott fejek hullanak, ha szól legszorosabb értelme. Hát így van, ez egy feltelmes történet. Ferenc, köszönjük szépen, érdekes volt. Én is köszönöm. Köszönjük, Cseri Ferenc. Hello. A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főosztályvezetőjének. Azért ő tudhat egy kérdőt. De nem mert beszélni. Hát nem is nagyon lehet. Nem, nyilván nem lehet. Nagyon lehet. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Áll a hazai celeb feleségek körében, képzeljétek el, milyen hírem van. Hát megőrültek, annyira jó a sztori. De tényleg, egyébként ez most kifejezetten jó sztori. Állítólag van most Budapesten egy nagyon felkapott edzőbácsi. Aki nem bácsi, csak én mondom bácsinak, ő egy személyi edző. Eddig a dolog minden rendben van, most minden celeb feleség oda járkált hozzá. De mit tudott ő, mert nagyon jó edzett? Ő most egy nagyon felkapott edző lett, tudod? Hát ez elindul, hogy te posztolsz egy képet az Instára magad, hogy kinél edzel, és akkor a celeb feleségeknél elindult, hogy mindenki hozzá akar járni, és mindenki nála akar edzeni, mert remek popsid lesz, jó mellett, feszes karod, csodaszép bőröd, és olyan izmos leszel, mint nem tudom. Mint Fekete Laci. Rubintréka top formában, igen. Bár ő csak top formában tud lenni. Na most várjál, itt nincs vége, mert hogy állítólag, de az, hogy ez most így, ahogy szokták mondani a szakzsargonban, ez a hír kint van a piacon. Aha. Ezt így szokták? Igen, ez hozzám is eljutott, és ez így most kint van. Aha. Na most már kezd érdekelni. De ez meg nem erősített információk szerint, vagy ez a tuti? Találgatás ez még, vagy nem? Én több konkrétumot hallottam. Tehát ez túlmutat a találgatáson. Állítólag ez az edző annyira megedzette ezeket a celeb feleségeket, hogy nagyon megedzette őket. Aha, hogy tehát nagy... volt egy levezető. Volt egy ilyen kis levezető nyújtás. Aha. Egy ilyen kis ászana. Csúcsra járatta őket? Csúcsra járatta őket, annyira feledzette őket, hogy igen, hát másképp is edzette ezeket a celeb hírességeket. És áll a bál. Ugyanis állítólag erről ő felvételeket készített. És most zsarolja őket 1 millió forinttal. Milyen profi edző. Nagyon jól csinálja egyébként. Hát mert vissza kell nézni az edzést. Edzőben mindig kamerázik. Így is van, mert hogy csinálod a gyakorlatot, ugye a hajolj előre, fog meg a bokát gyakorlat, mondjuk. Így van. Azt le így kell van. Videózni, hogy aztán vissza tudjátok közösen nézni, hogy tessék, ott hibázott, kedves celebfeleség. És megzsarolta őket, hogy fizessenek neki 1 millió forintot. Hát mondjuk piti. Az hát most azért 8 celeb feleséget levartál az... Hogy... Hát igaz, én nem ha tudtam. Értitek, nem akarom kimondani, hogy mit csinált velük. Nem tudtam számot. És zsarolja őket 1 millió forintra, hogy fizessenek 1 millió forintot, vagy pedig... Most már ez már azért lehet, hogy a túlzás kategória közé teszi a felvételt. Tehát azért az nagyon meleg lenne, ha itt hirtelen 7-8 celeb feleséget látnád, hogy nagyon kapaszkodik a mosdó. Igen. Iszonyatosan fogja a TRX kötelet, hogy a kettlebell is hátulra valaki nagyon mély. Nagyon, nagyon gyúrja. Szóval kemény a sztori. Nekem vannak tippjeim. Hogy kiről van szó. Aha.
Szerintem ez több. Az edző tekintetében, vagy pedig mindkettő az tekintetében. Mindkettő tekintetében tudnék neveket mondani, de nem akarom a nyaramat. Á, bár ítélkezési szünet van. Az őszömet és a jövő tavaszomat bíróságot tölteni. Most záróan a bíróság. És a celeb feleségekhez ment a sztáredző, vagy a celebekhez magukhoz? Ők mentek hozzá, mert egy olyan sztáredző, aki elterjedt, hogy nagyon jó, nagyon szép környezetben, nagyon jó helyen edzi őket. De akkor és egy divat lett egy kicsit hozzájárni. De ez egy nagy ilyen edzőterem, ahol egyébként 20-an edzenek, edzőbácsi leedzette a celeb feleséget, majd elvonultak valahova? Vagy nem szűkíthetem tovább a kört, mert már akkor elkezdenék konkrétumokat mondani. Szóval, ez nem rossz, nem rossz. Aha. Most belegondolok, végül is hozzánk is jöhetnének a garázsba, picit sok a pók, meg a pókháló, meg néha mindenféle ilyen szárnyas élősködők keringenek a neoncsövek körül, de amúgy ezt én... Te vágysz egy ilyen edzésre? Én? Te hogy is? Az egyik celeb tudjuk, hogy ki? Nem tudjuk, hogy ki nyilatkozott. Uh-huh. Aha. Na most... Az érdekes a dologban, hogy ha te már nyilatkozol, akkor ott elismered, hogy volt valami, nem? És azt mondja, hogy a pasi maga nála jelent meg, illetve küldte el a videót. Tehát a celebhez, mert nem is a celeb feleséghez a pénzért, vagy a nem, a celeb, tehát egy csaj nyilatkozott erről, aha, hogy a pasi elküldte neki a videót. Aha. És ezzel látszott, hogy mi történik, majd ő visszafenyegette, hogy ha ezt a videót ő megjelenteti, akkor rossz, marcona kinézetű. Uh-huh. Én is készítettem rólunk videót, és én pedig majd azt teszem közzé, amint csak te látszol. Én is elküldöm a marcona kitekintetű szűkszavú embereimet, hogy hát az nem lesz jó, ha ő megjelenteti ezt, aha, a videót, mert a pasi elmondta, hogy hát nem nála jelenik meg ez a videó, hanem a sajtónál. Aha. 1 millióért megmered, meg tudod venni a dolgot. Plusz áfa? Nem hiszem, hogy számlát adok volna. Kérdezem, hogy hát, érted. De hát a saját életét is tönkrevágja ez a csávó ezzel. Tehát, hogy nem, én nem értem a dolgot, uh-huh, amikor egy ilyet megcsinálsz. Szerintem és egyébként ez valahol jó felség, hogy elmegy hozzá 8 celeb feleség, és mindegyiket elkapasz. Az a része, oké. Okay. Ha te nem, neked nincs feleséged, nincs gyereked, tét nélkül vagy, és jönnek hozzá a celeb kis lányák. Jönnek, és összeset elkapod. De így jönnek? Nem. Menjünk egy kicsit ilyen részeg. És te összeset levarod, szerintem óriási folyam. Az jó. Az, hogy videót csinálsz róla, zsarolod őket, az egy kényes dolog. Az rohadék. Az rohadékság, de az aljas. Ráadásul ez 8 millió forint, ami nagyon nagy pénz, de nem annyira nagy pénz, hogy az egész karrieret tönkretetted vele. Hát meg... Soha többet senki nem fog hozzád menni. Tényleg kérdés, hogy kik ezek a celebfeleségek, ki az ő férjük, és hogy a férjüknek vannak esetleg olyan barátaik, akik mondjuk tripla nyakú, ilyen kopasz, elképesztően kigyúrt, és elképesztően agresszív, és elképesztően kevés pénzért bárkit nagyon szívesen megverő barátok, hogy vannak ilyenek. Egy nyilatkozott egy férj is, képzeljétek el, aki elmondta, hogy őt is megkereste az ember. Hogy edzeni. hogy tudna egy jó TRX gyakorlatot neki is. Nem, hogy az ő felesége is ott van ezen a videón. És ő is csengessen. És ő is elküldte, de azt nyilatkozta az egyik bulvárlapnak ez a férj, hogy egyébként ő tudja, hogy ki a többi celeb feleség, aki szintén érintett az ügyben. Nyilván ő elküldte melegebb éghajlatot, és azt mondta, hogy ha megjelentetted a videót, kvázi megöllek. De elmondta a felszarvazott, kiábrándult férj, hogy ő tudja, hogy a barátnője vagy a felesége mellett még ki az a többi celebcsaj, aki szintén oda járt. Aha. És már az ő férjétől ő kér 2 millió. De, és ott a férj nyilatkozott, hogy hát engem is felszarvazott, de tudom még, hogy ő járt oda még hozzá. Szóval azért az kemény. Hát ha ennyi ember tudja, akkor most már tényleg én is akarom tudni, meg hallgatóknak is jók van tudni. Ő elmondta, hogy biztosabban, hogy nem csak a neje kapott ilyen fenyegető levelet, e-mailt, vagy hívást. Most gondold el, egyrészt kérnek tőled 1 milliót, 2 megzsarolnak, 3 végignézed a videón, hogy az edző éppen nem tudom milyen ászanába rakja a feleségedet. Uh-huh. És ráadásul a feleséged jól is érzi magát. Hát általában jól szokták ilyen. Biztos, hogy nem azért. Azért az, igen, az benne van, hogy nagyokat sikongat. Hát igen. De biztos, hogy ez jó tricepsre. Igen. Mi lehetett a duma ez, hogy van egy különleges edzési módszere? Jó, igen, jó, ezek a legmodernebb edzési módszerek. Amikor a bulvárosság is aljas, mert azt jelenti, hogy a feleség is ismert, tehát itt jön szóba, ugye, hogy a népszerű hölgy nem csak férjével és gyermekeivel mulatta az időt olykor esténként, hanem személy edzője kedvére is tett. Tehát, hogy azért ja, ja, igen. Na most az ember ennek utána jár, meg megkérdez egy-két személy edzőt, embert, azért kicsi piac, kicsi szakma. Szóval, hogy ez valószínűleg létező történet.
létező történet. Majd adáson kívül még mesélek nektek egy. Na, nagyon jó. Fúj. Szegény hallgatók, ők ebből kimaradnak. Szóval az milyen lehet, képzeld el? Amikor kapsz egy, ilyen levelet, hogy kapsz hova egy videót. Hot Iron-ra. Hot Iron? Az Hot mi? Iron. Milyen edd is az a Hot Iron? Én azért megnézném ezeket a felvételeket. Hát, én azért vagyok annyira kicsit pervert, én megnézném ezeket a felvételeket. De úgy, hogy mondjuk az egyiken a Viki van? Ne, ja, nem, na, nem, 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 hogy kik a celeb csajok. Ja, azt igen. Hát kik a celeb csajok? Nem, szépen. Hanem a béka. Ja, de, nem, te szárod a csaj. Jó felvetés, de hát miért nem? Igen, megnézném, és te megzsarolnálak én téged kettő videóra. Figyelj. Igen. Szóval azért ez kemény. Mit tudnak a lányok? Na nézzük a portfóliót. Nézzük meg, mit tudnak a lányok. Igen, nézzük furán. Meg, mennyire tehetséges testépítő. Olyan furán jött haza tegnap is. Én mindig fáradt vagyok, kicsit ilyen ernyet, hogy hívja, félig, alig várom, hogy megvacsorázok, lefigyel. Ez meg füligérő szája jön. Kis halálosan közhelyes banális sztori egyébként tényleg. Tehát az elhanyagolt, kicsit unatkozott celebfeleség köszönjük a személyi edzővel. Hát ilyet 45 filmben láttam. A medence tisztítóval, a medence karbantartóval, a kertésszel, vagy a személyi edző. Azt mondja, jó, kicsit edzenek, így fog meg a súlyt, úgy fog meg a súlyt, kicsit a feneked legyen kemény, kicsit a combod. Nyilván egy óra múlva szex van belőle. Tehát tök közhelyes az egész történet. Nem önmagában kivel jössz össze, hát a személyi edződdel nyilván. Ez kemény. Ezek azok a részek, amiket átpörgetsz általában. Igen, jó, ezt ismerjük. Jó, ezt. Jó láttuk már ilyet. Jó. Tudod, és a medence takarító is egy ilyen 183 napban, mint a spanyol fiú brutális bicepszekkel. Az első képpen leveszi a pólóját, és be van olajozva a test, és be van gyúrva. A mama pedig egy ilyen nagyon jól karban tartott, ilyen nagyon az 50 felé közelítő, de még nagyon, nagyon jóféle milf, aki nem? Igen. És akkor kint napozik, és akkor igen. Felemeli a napszemüveget, a napszemüveg alatt így kinéz. Igen. Hú. Hogy hívnak fiúra? Igen, Sancho. Sancho, gyere be velem, hogy kicsit. Sancho bemegy. Igen. Miközben a férj valószínű Afrikában vadászik. Ki az a srác, aki a lebegőt érzacskókkal küzd ebben a pillanatban? Miközben a visszakörű medencék. Miközben a férj koronglő hátul a mezőn. Igen. Nem? A haverjaival. Igen, tehát nagyjából ez a történet. Egy 30 lyukas pályára ment rá a barát. Aki egyébként összejön természetesen az ők is, hogy hívják-e a kocsi húzogató kis csalja, mert az is egyébként tipikus. Az micsoda, hogy? Hát közben a férje ugye golfozik. Ja persze, hát ő is nyilván a persze. A büfés lányja. A büfés lányja meg. És akkor egy párhuzamosan. Klasszik sztori. Igen. Na, Bali, közben miközben elmondod, hogy bekapcsolva Hajnára a mikrofont, ez szerintem védekezhet majd a bíróságon. Igen, hogy véletlen én volt. Én azt hittem, hogy kívánjon ma. Na, de nézzük meg, hogy történik ez a való életben. Hiszen nyilván volt már sok hallgatónak olyan, hogy gyanakodott valakire. Tehát most nem kvázi arra gondolunk, hogy írjátok, megnézünk, hogy a párotok, férjetek, feleségetek kivel lépett félre, hanem amikor úgy éreztétek, hogy valami nem stimmel. A pizzafutárra, a kollégára, akár a személyi edzőre. Tehát amikor gyanakodtatok, és aztán, hogy ez vagy beigazolódott, a vagy nem... A pöcésekre. Tessék? Igen, a csőgörönyesekre. Persze. Igen. A mosogatógépszerelőre. Tehát, hogy a gyanakvási fázis érdekel bennünket, amikor utána ugye megpróbált kideríteni, hogy igen vagy nem, és jók azok a sztorik, amikor kiderült, hogy semmi okotok nem volt gyanakodni, csak voltak olyan jelek, amiből azt hittétek, hogy. Tehát most nem azt keresjük, amikor tényleg felszarasztak, megcsaltak benneteket, hanem amikor féltékenyen elkezdtetek nyomozni Gábor a pizzafutár után. Mm-hmm. Vagy a személyedző után, vagy a kertész után, vagy mondjatok még valaki, nem tudom. A babysitter, a tanárnő, a tűzoltó, a katona, vannak a terelő juhászok. Vagy a barátotok, vagy miért vagyunk mindig leragadva a pöcéseknél. Gyere már ki a saját lőrinci valóságodból egy kicsit. Tehát, hogy jó, hát mert van már is. Arra ők járnak. Hát most pöcés van pöcés. Én értem, hogy pöcés vagy, meg ott nőttél fel egy pöcegödör mellett, meg minden, de hogy... Amikor a pöcések megjelentek nálunk, Robi kutya, mindig szerelmes lett. Elfátyolosodott a tekintete, oda sétált hozzájuk, oda bakt, és elkezdte szagolgatni a gatyájukat. És ott bármi megtörténhetett volna. De azért van más valóság is a pöcésekkel kívül. Hát lehet azért tényleg egy festőmázoló. A Tesco Mirelit osztályának feltöltője. Nem így teljesen erre gondoltam. Így érted? Aha.
De nálunk a pöcések jártak. Istenem, én vezetem föl a témát, építem, pont jönne a hírek, már megvan a fonál, már üti a hallgató az kész, SMS, már tudja. Jár. Erre jön a Tescoval meg a pöcével. Most nem azért mondom, és elfújjátok azt a kártyavárat, amit 16 perce szisztematikusan építettek. Láttál már ventilátorral sudár, jó felépítésű, jó képű, nagyon-nagyon hódító megjelenésű vízorral olvasod? De nem tehát, vagytok a vízorral olvasóra gyanakodhatsz a kollégádra. Amivel kinyitotta a vízetetőt. Kinyitja a vízorák, tehát itt írja alá, vagy a kéményseprők. De most van a pöcéseken és a vízorral olvasókon kívül más? Kéményseprők, most bottam el. Kéményseprők és a csőgövényesek. A kéményseprő megjelenik az a láncos bulóval. Ákos, mondj valamit, ki van? Hát a klasszik futáros sztori, gyerekek. Na! Nálunk az volt, hogy megjelent mondjuk ugyanaz a futár egy nap háromszor. Tényleg? És akkor elkezdtem gyanakodni. Simpson. Másnap már ugye nem dolgozott ott, és akkor jött a következő, és nem tudtam, hogy mi van ezzel. Aztán kiderült, hogy semmi extra. Ránéztem a bankszámlámra, és ennyi, akkor csak rendelt az asszony. Igen. Na, a gyanakvást írjátok meg, kire, hogyan, mikor. Kolléga, barát, pöcés, és főnök asszony, kolléganő, személyedző, jó? Amikor gyanakodtatok, és aztán bevált, vagy valóra vált a dolog, vagy végülis hát tulajdonképpen nem volt okotok gyanakodni, várjuk a történeteket, jó? Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Érdekes azért ez a személyedző történet. Valaki írja, hogy menjetek a fenébe, személyedző vagyok, azóta folyamatosan csörög a telefonom. Hát, ilyen ez. Ez ilyen ám. De is lehet, hogy az írt, aki egyébként érintett. És lehet, hogy tényleg ő volt. Tényleg. Most ki a hibás ebben? Nyilván a csajok, akiknek voltál. Egy hogy a csajok. Ugye? Most te ott vagy egy gyönyörű nővel, edzegeted, azt lehet belőle más, és hát akkor csak... Hát akkor most ezt kérem. Csak oda edzed magad. Hát csak oda. Ugye? Csak oda jutsz azért. Igen. Sokan írnak egy nevet, nem akarjuk nagyon szűkíteni a kör, de úgy látszik, hogy azért ez... Valóban tényleg ez a hír kint van az utcán, ahogy szokták mondani. Azt mondja, hogy arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor az ember gyanakodik, vagy gyanakszik valakire, de nem igazolódik be, hogy a férje, felesége vele van, csak esetleg van egy gyanúja, és azt gondolja, hogy esetleg valakivel lehet valami. A legjobb barátnőm pasi a szobafestő volt, de furcsa módon a befejezett festék után sokszor visszahívták kisebb munkákra. Tudhat valamiért, mert az ügyfelek már hűtőt szereltetni, és őt hívják. Aha. Ez liszkülte nekünk. Hát vagy rossz festő volt. Igen, és menni kellett javítani. Én egy vasárnapi reggelen megnéztem a telefonját, és kiderült, hogy a fodrászával kavart. Csak egy mondatot láttam, de az is elég volt. Azonnal költöztem, mint később kiderült, az ügyvéd főnöke is dolgozott rajta. Aha, kikapos volt a menés. Igen, eddig négy városban éltünk a barátnőmmel, sokat költöztünk, de a postás mindenhol ugyanaz volt. Á, kiküldte nekem. De jó vagy. Ne haragudjon maga. Igen, nem találkoztunk már valahol. Nem. Száz halomba. És harmadjára. És én most Kőszegen is nagyon fog. Igen. Félem jó szívű volt, a cigéjére kényes, a pultos lány úgy nyúlt a cigéjéhez, mint a legtermészetesebb dolog, a pasia buktatta le őket. A tanulság a dohányzás házasság töréshez vezethet, ezt erre küldte nekünk, köszönjük szépen. Nagybátyám felesége el is vált, és összejött a fitness edzőjével. A durva az csak, hogy a fitness edző is nő. Nagybátyám mondta, hogy nincs baj ezzel, ő el van harmadikként is egyébként. Alapjából nincs probléma, sajnos nem mentek bele, azóta két nő neveli egyébként a gyermeket. Aha. Azért ez egy szép történet. Hát, nem? Ha arra nyitott az ember, hogy kiderült, volt egy házasság, nem volt jó, és rájössz, hogy azonos nem ügy szeretsz, hát akkor hadd szóljon. De azért a férnek jó a reakciója. Csak hadd nézzem. Ja, igen, légy, csak egy jó minőségű videót, ha tehet. Hát de miért nem? De. Most jogos az igény. Hát figyeljátok, legalább meg, hogy te is kapjál valamit. Legalább ennyi legyen, igen. Na jó, szóval oké, nincs több SMS, tehát úgy látszik, hogy vagy lett belőle nagyobb. Utána valami, vagy kiderült, hát. Most mindig csak azt írtuk, hogy most olyanok érjenek, akik csak gyanakodtak, de aztán nem lett semmi. Tehát akkor azt mondja, volt gyanakvás, csak aztán hát. Ugye végül kiderült, hogy tényleg volt valami. Az érintettek már beszélnek most ebben a pillanatban is valószínűleg a párjukkal. Hogy? És éppen most tart a számonkérés, nem írnak rá, nem írnak rá nekik. Minden személyedzőt fölhívtak most? Igen, szerinted? Most ebben a pillanatban minden személyedző. Tehát riad hangú csajok telefonálnak és hívják a személyedző barátjukat, hogy te vagy azt a személy. Mondtam, hogy legyél óvatosabb, te rohadék, és még meg is zsarod. A Balázsok is rólad beszélnek a műsorban, igen. Ezt micsoda ezt nem értem, gyanakodtam a tetőfedőre, aztán be is bizonyosult, hogy nyeregtető helyett sátortető lett a végén állunk, ezt nem értem. Nyeregtető, sátortető. Nyeregtető, sátortető. Ezt nem értem. Na jó, oké, mindegy is. Azon nem egyszerű csinálni.
Igen, az egy picit. Hát mi fölrángatod az asszony. Az egy speciális haladó póz. Igen, olyan esemesben sokan, ahol megcsalászett a vége, de most ugye nem ilyen irányba mentünk. Jó. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Na hát nem hiszitek el, mit találtam. Nem, de elmeséled. Na. Elmesélem nektek. Emlékeztek a fonaljáróra? Persze, én de szerettem az. Jézusom, nem. Nem akarom. A fonaljáró emberünk. Hú. A fonaljáró emberünk, újra aki... zsibbaszt. Akit ugye már sok-sok évvel ezelőtt, nem tudom, pontosan lehet egy éve fölhívtunk itt adásban, mert ő a csajozás nagymesterének mondta saját magát. És... az ember, aki csak egy mozgássérült kedvéért nem fog úgy kitérni. Igen, ő volt a fonaljáró, illetve most is ő a fonaljáró, aki férfi kommunikációt tanít nőknek, illetve férfiaknak, hogy hogy lehet jól csajozni, sikeresen csajozni, hogy lehet sok barátnőd. Kit hívunk? Kit hívolat? Nem tudom. Aha. Várj, bocsánat, csak rá, hogy felhívjuk előre. Jó. Ne. Így, mindegy. Egy belső kommunikáció. Látom, Laci elkezdett telefonálni, és megijedtem, hogy valakit hív, akit nem kellene. Szóval, hogy sétál egy férfi, hogy sétáljál, hogy tudjál csajozni? Ugye az ő tanfolyama erről szólt, és hát ezt megmutatnám csak azért, hogy emlékezzünk rá, hogy ki volt ő, hogy kell sétálni. Akkor az kiül a testbeszédedre, és hogyha a testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre, és egyértelműen kezd beépülni az, hogy te magabiztos férfi vagy. Emlékeztek rá? Tehát ez oda visszahat, ahogy te állsz, ülsz, igen, egyenesen, illetve kihúzod magad, akár vigyázzálást produkálva és úgy elindulni, még mindig jobb, mint hogyha így összegörnyedsz. Hát, hogyha ezt megvalósítod... Bocsánat, csak ő egy tanfolyamot tartó ember, valahol valamelyik nagyvárosban, aki ugye férfiakat tanít, hogy lehet jól csajozni, hogy menjél, hogy észrevegyenek, hogy járjál, hogy kelljél, hogy kihúzd magad, és milyen legyen a tartásod, vagyis hát ő 2-3 napos tanfolyamokon mutatja meg a csajozás művészetét. Azóta se csajozott be senki ezzel a módszerrel. Igen, de... szerintem ő se, soha, igen, az életében. Igen. A legdurvább rész, emlékezzetek vissza, az volt, amikor azt mondta, hogy nem térsz ki senki, igen, elől, jön, ha egy jön kerek, ja, megmutatjuk meg, jó? Megállítottam, hogy tisztába tegyük, akkor hogy ki ő. Igen. A testedre a tested, mivel érzékeli a tested, hogy te magabiztos vagy, ezért a tudatodra is visszahat, hogy te magabiztos vagy. Jó, majd fogok mutatni egy-két dolgot, ami még nagyon fontos. Tehát, hogyha mész egyenesen, egy tömegen keresztül, vagy az utcán, akkor ne tér ki. Ne tér ki, emlékeztek el? A másik térjen ki, ezt gyakorold, és inkább lassabban sétálj, mint hogy nagyon gyorsan. Ha csak nincs nagyon sürgős dolgod, akkor ne sétálj gyorsan. Hát nagyon fontos, hogy ne tér ki. Ezt majd szemléltetni fogom, hogy ez miért fontos, illetve hogy lássátok az élő különbséget. Na szóval. Ő most jön. Miket? A videón azt látod, ugye, hogy most jön. Tehát ne tér ki, tehát ne legyél túl kedves. Tehát egy férfi, attól lesz férfi, hogy túl kedves. Én mindig ugyanolyan jó, mint régen. Attól, hogy egyenesen megy, célorientált, célom van, és nem tér ki, bármi jön. Jó, húzd ki magad. Ja, húzd ki magad. Fogod látni. Ő sétál a Váci utcában, tehát így mutatja be a videót, ugye? Tényleg nem tér ki, senki kedvéért. Ő most megy, veszi egy kamera mögötte. Ezt nem is figyeltem egyébként, a múltkor tényleg nem áll félre. Nem. Tehát tényleg nem áll félre ő egyébként. Nem tudom, mivel utolér valakit, akkor lelassul. Nem, hátulról ledozerolja. Na most megmutatom a rossz verziót, tehát amikor így kitérsz. Ráadásul egy kicsit görnyedtem, hogy... Tehát hogy járjak úgy, hogy jól csajozzam, meg, ugye? Megmutatja a rossz verziót is, hát magadra is megy. Mindenki elől kitér most. Nem emlékeztem, hogy ez ennyire jó. Na, csak hogy miért mutatjuk ezt a videót? Mert hogy neki úgy... Ő nem adta fel. Ő nem adta fel, sőt, mi több, neki újabb tanfolyama van most. Tehát ilyeneket szoktam. Ugyanebben a témakörben megyünk a fős. Igen. Ezeket ne csinálom. Ne görnyedj össze. Húzd ki magad, és kész, és mész. Köldökig felhúzott farmer, kicsi bőrkabát. Szétment a
Mutattam egy rosszat, és utána kihúztam, és már is. Azért ment szét, mert bunkó vagy, igen. Tudod. De várj, akkor ebben nem volt benne, a lényeg, ugye, hogy ne térd ki a terhesnő elől. Így van. És a kerekesszék. És a kerekesszék, ezt kezdte mondani, csak én azt hiszem, benne lesz a bejátszóban, de nem volt ebben benne. Na, akkor már lehet, hogy kivették, mert ugye mi beszéltünk vele annak idején, amikor ezt mi felfedeztük, hogy létezik a fonaljárás. Beszéltünk vele, és szerintem ezt azután vágták ki. A fonaljárás. Hogy ne térj ki senki elől. Babakocsi, mozgássérült, mindig te menj egyenesen. Ne legyél túl udvarias, mert az nem férfias. A kedvesség nem egy férfinak a sajátja. És azóta volt ugye a fonaljárás, az hozzánk is beépült. Na, hát ő most újra lecsapott. Ártatlan, mit sem sejtő, csajozni vágyó. Fejlődik tovább. Igen, csajozni vágyó fiatalokra. A franchise. Ő az egyetlen PUA tréner. Még egyszer, hogy PUA. Tetszik mondani? Ez nem tudom, ez a PUA. Tehát puha, egy vagy PUA. PUA. Ja, PUA. Ő az egyetlen PUA tréner Magyarországon, képzett tréner, coach tudását 99 és 2003 között szerezte amerikai és más külföldi pedagógusoktól. De jó. 2001-ben alapított egy tréning céget, az egyetlen tréner Magyarországon, aki képes üzletkötőknek, vezetőknek, férfi-női dinamika tudású egyének egyszerre is kiképzett embereket. Kiképezni embereket. És... Elindított most egy tanfolyamot, megjelent egy könyve, intelligens barátnő szerzés kézikönyve. Intelligens barátnő szerzés kézikönyve. Társas intelligencia férfiaknak 96%-ban eredeti írások Jimmy által, mert hogy Jimmy a vece neve. 2009-ben megvalósított álmát egy nem csajozásra épülő férfi tréning vállalkozást alapított, és a legtöbb tréner, jelenleg 15 nála dolgozik Magyarországon, ő saját maga képzi a trénereket. Folyamatosan keresik a médiák, konferenciák, hogy szerepeljen előadásokon és műsorokban, és hát most van egy tábor, amit ő elindít. Aha. Van a vizitor csomag, van a VIP vizitor, full pass silver, full pass gold. Tehát ez full pass silver? Figyeljetek, ez az egy melyiket akarjátok tudni, hogy zseniálisan ki van találva, hogy van kis látogató, VIP látogató, ez is arany, amit el tudsz képzelni. Full pass silver. Elmondom a vizitor. Mutass egy alapot és a csúcsot. És a full pass VIP és a vizitor között mi a különbség? Vizitor. Legalább 5 exkluzív előadás, csak a táborban hallható előadás Jimmyvel. Mindenkivel fogsz találkozni Jimmyvel, trénerlányokkal, előadókkal, trénerekkel. A főhadiszállást ingyen látogathatod. Ezt így hívják, hogy főhadiszállás. A főhadiszállást ingyen látogathatod. Társas intelligencia férfiaknak könyv 5000 forint értékben. Tánctéri ismerkedés alapelvei és gyakorlata szalsza oktató segítségével. Ez egyébként egész jó. Tréner lányainkon begyakorolhatod, majd este kipróbálhatod, hogyan működik. Full pass VIP. Ugyanaz, mint a VIP vizitor, tehát minimum 90 000 forint értékű ajándékkal. Exkluzív szállás együtt az oktatókkal, trénerekkel. Aha. Tréner hölgyekkel. Persze nem ugyanabban a szobában írjam. Éjszakai és nappali terepoktatás ingyenes. Milyen lehet az éjszakai terepoktatás? Na itt álljunk meg egy pillanatra. Hát az álljunk meg egy pillanatra. Éjszakai terepoktatás. Hát az mi az is? Ez annyi, hogy elmentek egy éjszakai szórakozó helyre, és élesben is kipróbálhatod. A napközben tanultakat. Ez nagyon menő. Jimmy felügyeletével tudod megcsinálni. Jimmyvel elmész, és mit tudom én, az alsőrsi Dexion diszkóban megmutatja neked, hogy hogy kell a palaton mellett csajozni. Természetesen diszkréten a háttérbe húzódva. Csak időnként kinézel rá, hogy jó-e, ő felfelé mutatja a kis üvegkujját, okay, és akkor oké vagy. Hogyha nem, akkor picit billegteti a kezét. Hogyan menj végig úgy a siófoki korzon, hogy nem térsz ki éjszaka? Te választhatod ki, egy nappali, éjszakai terepoktatás legyen, vagy szituációs oktatás. Figyelj, egyébként zseni. Szóval, hogy, és ezt szerintem rengetegen benyalják. Bizony. Rengetegen benyalják. Mennyi a belépés? 90 000 forintért is lehet már jegyet. Itt 10 darab DVD csomag van. Nagyon 10 darab DVD csomag. Hát. Kérdés, egy csomagban hány DVD van, már egy csomagban 5 DVD, akkor 50 DVD Jimmy előadásairól. Azzal Guantanamo-ba kínoztam. Nem, már ott is betiltották. Már azért nem mennek túl azon a határon. Obama mondta, hogy nem, Jimmy-t nem, őt nem, hogy vegyük ki. Jó, ha Melvin Bokon, hogy évek elektródákkal, az még oké, de Jimmy-t azt hagyjuk. Ha már bezárati nem tudtam Jimmy könyveket, DVD-t, ne nézzél, a Guantanamo-i fogjuk, azt nem engedem. Van még egyik, VIP Visitor, Full Pass Silver. És a Full Pass Gold. Abban nyilván van már ingyenes parkolóhely és a Hék Hóp közel mögött. 8000 forint értékben megkapod ingyen az Intelligens Barátnő Szerzés című könyvet, és ha nem mész a teljes fullba, akkor kapsz ugyan a szállást, de az a centrumtól pár percet található két ágyas szobákba. Tehát ez nem olyan. Azért ez kicsit olcsóbb. Na, fölhívjuk, csak beszéljünk már vele néhány mondatot. Hát én már a múltkor is nagyon kedveltem őt. Teljesen váratlanul, nem volt előre megbeszélve. Hívjuk föl.
hogy mit mond, akár innen, vagy kintről. Istenem, micsoda lehetőség. Igen, nagy lehetőség. Megint egyébként nem tudok elmenni. Oh, Jimmy táborba. Hát, főleg, hogy már a szilvered megvan. Már csak a gold hiány. Pulpasz vipet intézek. Ezek egymásra, nyilván egymásra épülő. Csörgéstől jöhet, jó? Csörgéstől. Hogy mit, mondasz? Ez biztos, hogy egymásra épülő tudás. Tehát, hogyha az egyik tanfolyamat elvégzed, akkor utána a következő haladó fokozat, az a silver, utána a gold. Ez megbeszéltük. Az éjszaka és nappali terepoktatás zseni. Az hát, zseni gyerekek. Az nem ugyanaz. A nappal vagy az éjszaka császár akarsz. Ez a kérdés. Ezen sokat gondolkozott a Jimmy. Nem, annyit nem. Hát hallod. Ez a pick-up artist. Tényleg. Puha, persze. Pick-up artist. Csörög? Mit csinálunk, nem csörög? Aha. Nem. Kíváncsi vagyok, hogy Siófokon kitérne, amikor én egy különítményben leszel. Különítmény. Sanya küldte nekünk. Igen. Na, megpróbáljuk felhívni. Uh-huh. Jó? Reméljük nem alszik. Reméljük nem volt este telepen. Hát ha este telepen volt, akkor most valószínűleg pihen. Ha éjszakai oktatás volt. Hát a fölveszi, hát a tudunk vele beszélni. Szóltok a Gábornak, hogy keresünk. Mi egyébként a múltkor is megsimogattuk, nem bántunk. Bizony. Abszolút nem bántunk, tök helyesen válaszolt mindenféle kérdés, meg hát neki ez egy nagy lehetőség. Pua. Nem pua, pua. 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 Olyan pua vagy. Pua. Hello. Hello, ciao, hello, Balázs Morning Show, szia. Jimmy. Hello, Jimmy-t keresünk. Hát. Épp aludtam. Hello, jó reggelt! Hát az a baj, hogy a mi munkarendünk az ilyen. Igen, nem tudjuk megvárni. Éjszakai terep oktatás volt? Jó reggel, ciao, hello. Igen, bár lecsapott a vihar, ugye. Mit jön? Ezt nem értettem. A vihar lecsapott. Ja, a vihar lecsapott. Na, hát olvassuk, hogy újabb tanfolyam, és mindenféle csomagok. Jimmy, zajlik az élet? Hát persze. Várj, megvárjuk, még egy kicsit fölébredsz. Persze. Hányan vagytok igen most a szobában egyedül? Ez magányos éjszaka volt, vagy van valami tehetséges növendék melletted? Persze, kettem. No! Hát nem majd egyedül. Jó, hát gyerekek, egy ilyen tréner oktató, aki már ugye az ismerkedést ismereti. És hol, ki a kislány? Tudhatunk róla valamit, hogy hol ismerted meg? Nem, mondom, táborban vagyunk, tehát most még az elején járunk itt a dolgoknak. Én nekem meg ugye van barátom, tehát... Ja. Hát akkor ott nincs nagy lehetőség. Nincs az élet, úgy van. Na, mit hallottál? Yeah. Hát, hogy nyár van. Az. És hogy, én azt hittem, hogy nyári szünetet tartottam. Nem. Hát nem, jövő héten megyünk, mi elmegyünk, mint a jó diákok elmegyünk, de csak egy hetet, ugye? Aha. Olyan, mint hogyha nem is rádió műsor lenne, hanem valami. Hát a ez a mi műsorunk varázsa, hogy aki bennünket hallgat, kicsit úgy érzi, hogy nem egy rádióműsort hallgat, hanem egy ilyen Szabó családot, mint ha bármikor bármi megtörténjen. Na, mesélj egy kicsit, mert nagyon szeretjük, elolvassuk ezt a programot, hogy ugye a táborról, önmagáról. Hányan vagytok most ebben a táborban? Most körülbelül 10. 10 vagytok. Milyen korúak, akik elmentek erre a táborra, hogy jobban ismerkedjenek? 22-től 40 éves korig. 40 éves korukban is mennek? Hát, hogyha vannak olyanok, akiknek mondjuk elváltak, vagy szeretnének. Vagy nehezebben meg az ismerkedés. Uh-huh. De akkor itt csak hapsik vannak, nem? Hát hiszen te ugye férfiakat oktatsz arra, hogy... Hát plusz még van ugye olyan szolgáltatás, ami szituációs gyakorlatokon keresztül, mint egy tánc, betanítjuk azt, hogy hogyan kell viselkedni. Egy hölgyel, tehát vannak ők hostess lányok akkor. Ő rokon? Nem hostess lányok, nem hostess lányok. Táncos lányok. Táncos. Ja, ők trénerhölgyek. Figyelj, az éjszakai terepoktatás, azt mi nagyon szerettük, elolvastuk a programot, hát az éjszakai és nappali terepoktatás ingyenesen, azt én imádom. Mi az éjszakai terepoktatás, akkor mit csináltok? Hát ugye megyünk a delikvenssel, és megmondjuk, hogy mi a feladat. De hol mentek? Erdőben mentek, utcán mentek, éjszaka, ugye nem vagyok, vagytok valahol egy tábor, hogy hova? Szántásban. Tehát itt a siófoki táborban. Uh-huh. A táboron belül mentek? Mármint, hogy a siófoki sétány, a Petőfi sétány. Na. Jó, hogy mentek a sétányon. Például. Na, és mit csináltok közben? Csak hogy kell egy ilyet elképzelni? Tehát CD rádión adod a tanácsokat a fülébe, egy ilyen walkie-talkie-val, vagy ott mész mellette. Hogy működik? Hát, hogy működik? Úgy működik, hogy ugye megmondjuk, hogy mi az első feladat, mondjuk általában,
hogyha nagyon új az illető, akkor könnyebb feladat. Oda a fonaljárás? Mivel indultok, a fonaljárással? Az nem, első, nem? Nem, de hogy is oda megy, hogy menjen oda, köszönjön, elköszönjön, és akkor figyeljük. Kihez? Kihez? Tehát, hogy menjél oda ismeretehez, hogy jó napot kívánok, ismerkezik csak valami is vagy. Egy lányhoz, egy két lányhoz. Ja, értem, tehát, hogy ismeretlenül nem beépített hölgyek, hanem tehát, hogy akik ott tartózkodnak a sétányon. Tehát menj oda a buberáló hölgyhöz, és kérdezik. A konkurencia csinálja, a konkurencia. Van konkurencia, ne csináld. Hát mi nem viszünk ilyen dolgokat. Tehát nincs az, hogy a delikvens úgy tudja, hogy ismeretlen, de tök. A delikvens. Jó, és akkor oda megy valakinek, hogy menjen oda, köszönjön, egy kicsit beszélgessen, majd jöjjön el, és akkor ti értékelitek? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Tulajdonképpen ez mondjuk az első feladat, és akkor egyre nehezedik, mondjuk két óra után, attól függ milyen a... Lopja el a pénztárcáját. Igen, most fizetesztivel. Jó, nem csak hűlök nyilván, de hogy mi a nehezebb? Tehát mondjuk két óra múlva mi történik? Hát két óra múlva már mondjuk már lehet, hogy egy telefonszámcsere is megtörténhet. Aha, értem, tehát hogy beszélget, és akkor kérje a telefonszámot. Ja, értem, tehát, hogy ismeretlenül indul a dolog, és aztán két óra után eljuttatjátok oda, hogy kvázi már merjen el. Ez mondjuk a tizedik vagy tizenötödik lány, megkísérett lány. És te diszkréten ott állsz a háttérben egy ilyen kis mappával, és akkor így pipálod ki a különböző rubrikákat. Köszönés, kettes. Igen, Jani, hogyha adsz egy jó mappát, akkor akár reklámozom. Egy jó Klassz FM-es tűz. Nagyon szívem, hogyne, persze. Ne figyelj, tényleg érdekes, amit csinálsz, hát mi ezért telefonálunk, nincs bennünk bántó szándék. Tudom, izgalmas. Persze. Tehát még nekünk ez nagyon, tehát biztos, ez egy annyira modern, annyira új a pua. Hát azért csinálom 8 éve, ugye már 8. éve tartjuk a tábort is, meg ugye Pesten is vannak a tréningek, ugye minden héten szinte, hát hogy mert én is jelvezem, tehát egyértelműen megtaláltam azt a hivatást, amit szerettem volna, de ugye ez nem a csajozásról szól igazából, hanem arról, hogy építsünk egy jobb életet, legyen egy jobb személyiségfejlesztés. Személyiségfejlesztő tábor inkább. És mi van azzal a videóval, amit mi is elemeztünk a fonaljárásra, hogy ne tédd ki, azt te még tanítod, vagy az rájöttél, hogy azért az már egyfajta csacskaság, hogy se mozgássérült, se babakocsi, se, tehát ne tér ki, menj egyenesen, ha kell a Váci utcába, boríts föl mindenki, de ne állj arrébb. Persze, az csak eltúloztam egy szófordulatot, hogy most ne tér ki senki előtt. Tehát jön a hetes busz, azért érdemes félrelni. Majd próbára teheted magad. Igen, jön egy 40 személyes dalbusz, azért lehet, hogy... Itt persze, tehát itt ugye túlzás. Tehát ti is műsorban jöttek, hogy felfigyeljenek rátok, túlzásokba estek. Hát én is most túlzásokba estem. Jó, csak mi kedvelők vagyunk, nem profik, mint te. Igen. Na jó, oké, figyelj, nagyon, mi nyomon követjük a munkásságodat, mert ez nagyon... Jó, nyugodtan. Nagyon szeretjük, amit csinálsz. Mondjuk egy tábor bejárásra picit a Janival vágytunk, hogy azt mondod, hogy srácok! Srácok, vendégeim vagytok egy táboron belül éjszakai terepre. Én azért azt bírnám. Egy VIP szilverre. És kicsit nekem hiányzik, de... Híres embereknél más. Azt ki kell menni Ausztriába minimum, hogy is nagyot működjenek. Ja, értem, hogy objektív képet kapjunk arról, hogy kapunk a telefonszámot. Na jól van. Jimmy, hát nagyon köszönjük. Sok szerencsét az élethez. Bármit is csinálsz, mi nagyon szeretjük ezt. Köszönöm mindenkit, a legjobbakat. Vigyázz magadra. Aludj még egy kicsit. Szervusz, Jimmy. Hello. Honnan járó Gáborunk? Hát akkor még mindig jól van. Én szeretem őt. Figyelj, sosem a szolgáltatásra van a baj, én mindig azt mondom. Jó, igazad van. Én mindig azt mondom. Tehát, hogy... Ha van 20 hülye, aki elmegy, akkor nem azzal van a baj, nem? Nem, hát. Érted? Hát ha van rá igény, akkor ő csak kiszolgálja ezeket az igényeket. Hát, finoman mondtad azért ezt most, igen. Azért, ha én eladok valamit, ami nem igaz, akkor azért én át is verem őket. Viszont nem? Csak úgy mondom mindenkinek, hogy szabadrablás van Siófokon. Most ott lehet. Most ott bárki lehet. Ha Siófokon bárki oda megy a barátnőtökhöz feleségére, elkérdezem, hogy ne bántsátok csak a Jimmy tanítványa, jó? Adjátok meg nekik egy elemből, adjátok egy másik szemet, de ne bántsátok tényleg. Srácok, csak tudom, ez a 20 nem konkurencia, most kell lemenni. Nincs ott egyéb kéznál férfi. Most kell lemenni Siófokra. Ott most gyerekek, ami marad, az a bék. Megvezek el a lepattalót. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban.
ugye ahogy mondtuk, hát gyerekek, jubilál az ország, ha lehet így mondani, mert hogy hazánk legnépszerűbb szappanoperája, a Barátok Közt július 21-én a 8000. epizód! 8000. epizód! Kis Ramona, Mérai Kata, Várkonyi András, Kis Péter Balázs pedig itt van velünk. Hello, jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Neked milyen jó a hangod így kora reggel. Köszönöm szépen, ilyenkor búgok. Igen, ez egy kellemes. Ennek ez nagyon hiányzik a műsorban, mert három ilyen tesztoszterontól duzzadó férfi ülök. Jövök. Három és fél. Ezzel gondolkodtam, így lefele jövett, hogy így nagyon rosszak a nemek arányai nálatok. Igen. Így gyakorlatilag semmi motiváció nincs reggel. Nyugodtan húz kicsit, Kata közelebb. Szóval, hogy nincs nála. Ahogy megjöttél egyből nekem a filmben. Szóval, hogy a tesztoszteron szintetek nagyon alacsony volt itt az indulásnál, éppen hallgattalak benneteket, úgyhogy mindenki ilyen jót aludta az Uber alatt. Úgyhogy... Kösz szépen. Azt pont én hoztam azt a témát. És mi van, hogy elmondtuk? Bali kicsit morgolódott reggel, hogy kitiltották az Ubert, és ezen ti alszotok? Amikor próbálom a hazát megmenteni. Amikor megrázza az országot ez a férfi, akkor te azt mondod, hogy neki nincs tesztoszteron. Hát reggel nem volt nagy. Visszaludtál, visszaludtál. Hát kicsit szuszokáltam, meg is láttam innét kávét. Balázsnak egyébként, mert hogy 10 autót leasingelt. Igen, a rohadt életben más vállalkozást kell néznem. Jó, néha van úgy, hogy az ember kicsit megfejt. Igen, csak Kata elnévnem, míg a Fanter egyet. Tényleg? Igen. Hogy megy a koránkelés, Vili bácsi? Nézd el! Most éred, tessék! Tényleg a sorozatban van ilyen, hogy valaki koránkel vagy morcos? Mert látunk azért ilyet, nem? Ilyen koránkel... lesz, akkor kicsit összekuszáljuk a fizuránkat, és akkor korán vagyunk kell. Még hozz egy kicsit közelebb nyugodtan, ugye mi ott az igen. Jó, na. Dőj előre! 8000. Ki van benne az elejétől? Tehát a legelejétől te biztos, te vagy biztos, ugye? Alapító atya. Ha az évet nézzük, arra még emlékszel, hogy mikor? Hogyne, szabadult rá az országra a Barátok Közt? 112. Petőfi elesett Segesvárnál. Valamikor a boszniai okupáció idején történt, igen. A dinoszaurusztól az ott a kevesebb, 18-ból 6-an, hát 4-en maradtunk. A 4 alapítottam. Igen. Már mindenkit kirúgtak. Aha. Igen. Meghaltak, kirúgtak. Igen. Meghalt, kiöregedett. Igen. 1999, 2000? Így van. 98, te jó 98. Atya úristen, 98. Igen, igen, nagyon régen volt, de tulajdonképpen mint a tegnap történt volna, tehát... 2-3 ezer emlékszel is. Igen. Akár most végig gondol a történetet. Úristen, hát azért az komolyan, hát az 8000 rész, ezt egyébként számoljátok, fejben tartjátok? Ez ember, amikor ezt kimondja magának, hogy 8000 rész, az így elgondolkodtatja, hogy te jó atya, úristen. Azért ezt, amikor az elején indult, nem gondoltuk volna, hogy ez ennyit megér. Hát így van, ez pontosan, ezt én elmondtam az elején is. Kérdezték, hogy mit jósolok, és mondta, hát egy fél éve biztos fogunk forgatni. Én is láttam az első részeket, én 2 hónapot mondtam. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Mondtam, hogy ebben nagyjából ennyi van, gyerekek. Jézus atya, úristen. Azért volt a tesztoszteron, ebben nincs több. És aztán mégis, hát most már akkor... Igen, de egyébként vicces volt, mert az elején csak azért él még a sorozat szerintem, mert hogy olyan szerződést kötöttek, hogy egy évig kötelező játszani, mert egyébként megbukott 2-3 hónap után. Csak muszáj volt játszani egy évig. Valaki nem olvasta az apró betűt az akkori programozgató, aki leszerződött a begyártó céggel. De meg annyira sorozat indult. Meg a mindennapja. Egy év után már imádták. Igen, mert több sorozat is indult akkoriban, valami stúdió a város szélén, vagy micsoda, volt egy csomó sorozat. Andrés, a Barátok Közt promózzuk, hagyd. Igen, meg az a kórház a város szélén, majd ne törődj vele. Nem volt egy ilyen sorozat, az meg is bukott, nem ilyen szerződésük volt. Hát igen, egy év kellett, hogy ez beinduljon. De hát a Fábrinak is, amikor elindult az RTL-en, kb. Egy év Big Chatlet botlott, és aztán... Így van. Ez csak a te műsorai. Ez csak a Bundesönnél nem várták meg. Ott kellett volna egy év. Igen, hogy sokat nyomsz valamit, akkor előbb-utóbb megszokják. Igen. Na, ki hogy emlékszik igen. Az első adásba kerülésére, vagy felvételére, vagy castingjára? Kinek mit kellett csinálni? Ramit, arra emlékszel például, amikor először azt mondták, hogy oké, gyere be. Hát a Ramit nyilván valaki levarta. Paraszt. És ezt konstant tartjuk azóta. Mi volt az első, amit csináltatok? Az legelső forgatási nap az így megmarad az emberben? Mit kellett csinálni? Kivel voltál? Mit csináltál? Jani mellett nem tudok. Jó, ugye picit ezzel. Elmentem zuhanyozni. Megjött Bárta Zsolt. Azt mondták, hogy jó lesz, és én elhittem. Na jó. Szóval okay. Ti megvan? Meg egyébként tényleg emlékszem.
A casting, vagy a meghallgatás, az, az nekem szerencsés volt, mert veszek. Kettő. Két meleg srácsal igen. Na, hogy... hogy veszekednem kellett, hisztíznem, vitatkoznom. De ez egy nehéz jelenet elsőre. Hát ez nem az ő típusa, az biztos. Valami egész más kell csinálni, mint amilyen vagy valójában. Megkaptam a szerepet, igen. Gyakorlatilag az első meghallgatás. Azonnal. Azt mondták, hogy megvan az emberünk. Az első forgatás pedig... nem emlékszem, tényleg, az első forgatási nap, szerintem az új család, érkezett egy új család, Szentmihályi család, ott volt a filmbeli anyukám, nagynéném, és akkor megérkeztetek kvázi tulajdonképpen. Igen, és megérkeztünk. Aha. Vicces volt, izgalmas volt. És jó akkor volt. Még akcentussal beszéltél. Így van, akcentussal kellett beszélnem, mert ugye én nápolyi lány nem vagyok. Mondott komolyan. De igen, ne haragudj. Ne csinálj, nem nemzetközi volt a történet. Igen. Komolyan, egy ilyen nemzetközi szállat is belehoztak az írók? Azt megtanult magyarul. Jó gyorsan. Péter, neked? De még a Pétert vagy a Balázs használ ugye való életben inkább? Én a Pétert használom. Én a Péter. Amióta benne vagyok a sorozatban leginkább. Igen, mert hogy volt egy még... miattat használja a Péter. Igen. De én kis Péter Balázs vagyok, és amikor oda kerültem, akkor megörült a producer, hogy Péter vagyok, és mondta, hogy de jó, akkor, hogyha a karaktered is Péter, akkor te is legyél Péter, hogyha a Balázs Balázs, és akkor az ott a Péter maradt. De ez jó, mert nem Vili bácsi Izák, ugye? Nem az hát egy darabig összekevertek minket, de most már megszokták. Igen, azért ez egy baromi nehéz dolog, nem? Szóval ilyenekről beszéltünk, hogy ti az embereknek is az utcán is Vili bácsik vagytok, meg Zsófik vagytok. Hát én nem. De szóval akkor hát a rövid látó nyugdíjasok, nem Vili bácsi, Vili Zsófik vagytok. Igen, remélem, hogy szervezőkkel illetik azért az utcán. De ugye az ember megfordul egy Vili bácsira, hogy azt mondja, hogy hát legalább mondd ki a normális nevet. Persze, hogy megfordulja, persze. Igen, nem, hogy megfordul, imádja Vili bácsi sapkákban. Én gondolkoztam, a kocsin rendszámát is megcsináltatok. Vili 0-1-re, de aztán lemondtam róla. Nem, azok gondolkoztam, ezért ez egy baromi skizoid helyzet lehet, de aztán az ember ezt hozzászokik nyilván, hogy a két karakter az ugyanaz, nem? Hát, szóval, hogy az életbeli karakter összemosódik. Igen, aztán... hát, hogy összemosódik a most gondold el, hogyha kijövök a mondjuk a szinkron stúdióból, és egy Napóleonnak képzelem magam, vagy Don Quixote-nek. Na jó, de nálad ez nem. Napóleon nem csináltál 8000-et, úgyhogy nem mondjuk. Nekem az első pillanat volt ilyen marha nehéz, amikor megállítottak, vásárolni voltam egy ilyen bevásárló központban, és oda jött hozzám egy hölgy, és azt mondta, hogy béküljön meg ki az anyukájával. És ott álltam, és nem értettem, hogy miről beszél. Mert még annyira nem égett be a tudatomba az, hogy én vagyok az ország Julia, és nekem a Claudia az anyám, és most nagyon rosszba vagyunk, hogy ezt egyszerűen nem tudtam hova tenni, és mire leesett és rájöttem, mondtam, hogy persze, persze, de azóta már így megszoktam. És mondja meg a Zsófinak, védekezzen. Igen, igen, de persze, hát kapunk ilyen tanácsokat, hogy nem tudom én ennek mit kéne csinálni, bocsássak meg a fiamnak, a Zsófikát öleljem magamhoz. Amíg élek, ezt nem fogom megérteni, hogy valójában hogy szúrnak le egy színész azért, amit csinál a sorozatban. Ezt nagyon sok Békás mondja egyébként, persze. Hogy mennek oda emberek felháborodva, és mondják, hogy tehette azt a szegény lányra, hogy tudta bántani azt a szegény lányt. Például nekem az volt, hogy bementem a sörözőbe, mondták, szevasz Andis, hogy vagy? Kérek egy korsósört. Hát ezt úgyis meg tudom magadnak csinálni. Én tőlem most mindenki csúcson akar venni leginkább. És van. De minden eladtam már. Eddig a puszacs volt. Hát látod, teljesen kifekszem. Te most ott rossz úton vagy? Picit segítsetek nekem. Egy kicsit, igen, most egy kicsit rossz ösvényeken kalandozik a Peti. Picit most Peti elkavarodott? El, igen. Másnapos. Igen, árulod, szerzed, vagy használod? Használom, leginkább használom. Kellemetlen pillanatok a Balatonszandon? Hát egyszerűen a zenekar sátrában ébredtem fel. Nektek tudnotok kell azt, hogy a sorozat hol jár most, mert ugye ti nyilván igen, előre, előre forgattok, tehát ti nem azt csináljátok, ami éppen megy a tévében. Hát csak Andrásnak nem, de neki jól áll. Hol vagyok? Kötelező tudni? Illik. Nem. Ilyen. Semmi. A sajtósít jegyzetel. Két ellenmondó válasz, mínusz 10 000 végén. Kötelező tudni, illik vagy nem. Szóval, hogy van ez? A Peti egy női zenekar sátrában ébredt, azt hallottam. Hát az jó, de ez nem olyan is. Jó, csak nem emlékszem rá. Olyan van egyébként, hogy így visszaköszön egy szituáció, meg egy jelenet így pár év után, mert azért mondjuk a forgatókönyvírók sincsenek könnyű helyzetben. Mert hogy ugyanaz történik más, amit amivel történt. Igen, tehát kettőt lapoztak a forgatókönyv, és észre se veszi senki, és adásba is kerül. Hogy kihagytok egy kis dialógot. Soha. Dehogy is, mi sose hibázunk. Improzhatok egyébként? Lehet? Nagyon szigorú adok? Nem, igen. Csak picit, Rami meg én. Picit van rá lehetőség, hogy improzon az ember. És tudtok?
Tehát adnak egy pici mozgásteret arra, hogyha a szöveg nem úgy tetni, nem olyan, mert azért olyan szavakat adnak néha a szátokba, hogy... Azokhoz ragaszkodnak. Igen? Igen. Amikor megpróbálnak például benneteket is szlengesíteni, vagy úgy beszélni, hogy mai fiatalok, az borzasztó. Egy csodálatos vágunk a Györgyike, aki nagyon odafigyel. Tehát, hogyha olyat mondunk, amit nincs értelme, akkor ő azonnal szól. Vagy mondjuk a várban jöjjött, ami nem nyomdafestik. Te gyakran szól, hogy ez nem jó. Igen, ő nagyon figyel, és ő tényleg a lelke mindennek. Tehát az a jó, hogy ott nem kell kisípolni, hanem egyszerűen kivágják. Ami nekem nagyon tetszik, az mindig a mondatok a végén... A viszont ilyen 12 és fél másodperc alatt így végig futsz, hogy nem ember legyen a talpán, aki elolvassa. Nem, amikor van ez a sorozatokra jellemző, elgondolkodtató elnézés egy-egy mondat végén. Ó, abból Várjatok, abból most én... Várjatok, fölveszük Instára. Kérhetek mindenkitől csak egy ilyen elnézést. Egy ilyen végenézést. Mert ugye szerintem te külön meg kell tanulni, amikor ugye az vagy, hogy gondolkozz el rajta. Az Oszkárra lehetne egy külön ilyen kategória, hogy a legjobb végeképén. A legjobb végenézés. A gondolkozz el rajta. Az, hogy ebben Márkonyi verhetetlen. Essen le, hogy most ezt miért mondta. Ugye nektek egy komplet jelenetet kell a nézésbe beleadni, hogy a néző tovább gondolja, hogy ti rájöttetek arra, hogy furmány van, vagy féltő. Hogy mi a vége. Igen. Hogy... Jó, akkor kérek, várják. Jó, de adjál instrukciót. Adok instrukciót mindenkinek. Jó, hogy akkor konkrétan gondoltok valamire, hogy még öt perc és szart se kapok a büfébe. Igen. Igen. Az, hogy elmondtam minden szöveget, és igen, akkor itt elgondolkodott. Megátalkodott például. Miért nem csettint az Ardai már végre? Igen, várjál a csettintést, ennyi. Jó. Jó, akkor az, hogy te jössz mondjuk a presszóba, vagy... Rózsa bisztró. Bocsáss meg! A koktélbára. 18 éves a sorozat, és te nem tudod, hogy... Jó, de tulajdonképpen megvan Rózsa. Tehát mész a Rózsába, várja, mi legyen. Így van, bejön Szova doktor. Mész a Rózsába, és észreveszed, hogy mit tudom én, összetörték ott az üveget, huligánok randalíroztak, ott volt egy drogos, és elkezdesz azon gondolkozni, hogy te gyanítod, hogy ki lehet. Aha. Jó? Oké? Jó. Wow. Csak egy ilyen lehet, ilyen hogy minden ugyanazt csinálnál. Tényleg, aki mindenre ugyanazt csinálja, azt tegyük fel a kezét, akinek egy arca, mert akkor nem adok feladatot. Billy bácsi ezen arca. Egy elgondolkodás. Jó? Észreveszed is, hogy vége gondolkodás, tessék. Pont. És gondolkodik. Ki az a Charles Bronson? Kérdezik, hogy van ilyen szikra körülött. Egy dolgot több hozok ilyenben általában. Jó, oké, Raminak mi legyen egy elgondolkodás a végén, jó? Azt nem tud. Basszus, mi legyen? Legyen egy pasi, nem? Mert neked sok pasid volt a sorozatban, nem? Az ízetlen vagy a málnás sikosított végén. De egyébként forgatunk pornót, és most indul egy újvonat a mérai milfázi. Hogy miről szoktunk beszélgetni egymás között a stúdióban? Mennyivel felszabadultabbak vagytok, mint a sorozatban? Ez nekem sokkal jobban tetszik. Ezek az ödipuszi címe. Igen, ez gyermekem is én. Jön egy pasi, aki tetszik, új szereplő, és eszedbe jut, hogy ő lesz a 16. sorozat. Lehet, hogy de jó lenne, ha lenne valami, egy ilyen nézés. Ő jó, a nagy ő. Ő a nagy ő, tehát ugye végén nyugtázod, jó? Tessék? Veszem. Oké, mehet. Okay. Tehát egy ilyen vége. Rami kacsintott egyébként. Ilyen nincs, ilyen elnézés 10 év alatt nem volt. De nincs, hogy legyen a lehetőség. De hogy várta már, hogy legyen? Kacsintott egyet, és mennyalt a szája szélét. Ilyen vietnámi pénztárcás volt a jelenetben. Ne, az milyen? Hát ilyen tudod, ez a hologram. Felfordítod, vár rajta, lefordítod, nincs rajta. Kicsit repetitív a sztori. Azt hallottam, hogy te megrendelésre sírsz, tehát bármikor te már annyit sírtál a sorozatban, hogy nekem azt mondja, hogy sírjál, és te már bármikor tényleg abban a pillanatban, tehát azt, hogy sírsz, ez így ennyire durván megy neked, ez igaz? Hát színész vagyok. Nem tudom, hogy... Ha téged is megkérnek, hogy beszélj, akkor beszélj. Igen, de nekünk ez úgy laikusoknak azért ez mindig egy nagy dolog ilyet látni, hogy valaki csetít és egyszer csak elsírja magát. Hát azért... Én is csodálok azért, hogy ennyit tudsz beszélni. Meg a kockás ingedre. Mi vagy a kockás ingedre? Nem jó? Ezt tudod, mit a leírás a szélén a hirdetési rovatnak, tudod, hogy natur alap, sírás tetszik. Igen, vannak ilyen
ilyen package-ek. Készültünk, készültünk egy kis tesztel nektek, jó? Hogy ki tud legtöbbet a sorozatról? Oh. Nem sok kérdés, egy pár kérdés csak. Piros? Készülj. Piros nem súgunk, jó? Piros fogja. Kinyithatom az e-mailt, amit küldtél? Figyeljetek, ma írtuk reggel a kérdéseket, úgyhogy senkinek nincs meg. Azt mondja. Hol van a tetoválása Gézának? Én tudom. Mondjuk egyszer a fenekén. Csak hallottam esélyt. Az akik az összeset el tudja mondani, az összes film. És ezt miért tudod ennyire jól? Vagy hogy egyszer? Hát ezt mondom. Mert majdnem mindenki ezt kérdezi. Igen. Mindenki Géza fenekére van rágyógyulva. Oké, második kérdés. Akkor egy-egy pontotok van. Milyen tetkója van? Egy motor. Tessék. Egy miért? Felvart egy panoniát a bal farkofáján. Kimondtátok, hogy játszunk, és picit átmentem. Igen, ez nekem ismerős, a gyertekádból azon a vérszemet kapott. Rami vérszemet kapott. Oké. Okay. Hány románca volt eddig Vili bácsinak? Ezt én is mondtam. Nem, hát nyilván te nem, akire vonatkozik a kérdező értelemszer. Tehát hány románca volt? Kivel szűrte össze a levelet? Kivel keveredett valamiért? Hát, Bözsi, Gizi, az három. Bözsi, Gizi. Volt, van neki most ez, akit Alisza... Az is számít, akit rád máltam. Nem minden számít, az például nem számít, amikor dobott egy bört Gábor Zsazsár. Adáson kívül történik a számít. Géza pedig rányított, de ezek az extra tartalomban vannak a DVD, és sajnos ezt én nem láttam. Igen, szóval, hány románca volt Vili bácsi? Mindenki mondta ezt. Három, Péter, három. Rami? Három? Négy. Tudod a pontos választ? Én egyébként? Ötöt mondok. Ötöt. Kérek szépen, hat volt neki. Jézusom, ekkora kulkasz. Mondom neked. És ebben még a Rami nincs Kertész Magdi. Magdi testvére. Így van. Ja, ezt jelenteném a gyámhatóságnak azért. Fekete Bözsi. Igen. Magdi aki most van. Bokros Gizi. Igen, Gizike. Piroska. Igen. Piroska. Sajtos. És egy kicsit a farkas. És Terike. Terike. Komolyan már kezelésbe kell vennem a forgatókönyvírókat, hogy ne csak ilyen neveket adjanak. Hát Terike, Oszval, Marika játszott. Ez a fiatal 20-asok. A másik. Borbás Gabi játszott. A Borbás Gabi már, igen, hogy? Igen. Szóval hat. Igen. Egyet letagadtam. Fili bácsinak is volt bokros csomagja. Igen. Jól van. Oké. Akkor, igen. Rami, ebben nem segített. Jó, hány szerelme románca volt Zsófinak? 11. 11. Na hát azt... Igen, mindenki mondta egy számot. Össze 5-11 másodszor. 22. Ez a jó. Én a rokona vagyok a sorozatban, tehát mínusz én és a többi. Milyen rokonságban vagytok? Rami az én unokahúgom. Atya Isten. És a Péter meg a gyerek. Lassan, mint a Kelly Family, mindenki mindenkivel, nem? Igen. Tehát egy ilyen kibogozhatatlan. Hát ha bejön valaki új szereplő, és elkezdenek imesni, hogy amúgy ki hogyan van, és hogy kivel, az egy ilyen 10-15 perces sztori szokott lenni legalább. Nem most kelljen elmondani. Egy ilyen családfájlőtetnek is kell tanulni, az a nehéz, mikor az valakinek el kell mondani, mint szöveget. Hú, az kemény. Mikor igen. Egyszer volt, hogy bejött valaki, és kérdezte, hogy merre laknak a Laciék. És akkor mondom, hát fönt a másodikon, és akkor már rövök mindenki körbe, mert tudta, hogy 14 nevet kéne elmondanom, és háromnál nekem végem igen, van. Merre laknak a Laciék? Te vagy a Laci, te. Igen. Igen. Ki mondott 11-et? Én. Te mondtál 11-et? Jó, nekem 10 van, de lehet, hogy mi aztán valakit kihagytunk. Á, biztos. 10-et tudok. Ez nagyon kevés. Tízet számot ügy, ugye Zalán, Barta Zsolt, Berényi Miki, Szilágyi Pati, Bali, Balas Imre, Erik, Vadász Feri, rajztanár. Rajztanár. Rubol Dödön alakította, Kertész Géza és Barta Krisztián. Így jön ki a 10 elvileg nálunk, de aztán na. lehet, hogy valaki ez is egy jubileum akkor. Volt egy lány is? Na, 11? Igen, és ezt nem láttam. Nem, külön kifogjuk neked más volt a ilyenek történnek, és én... Hát szóljatok! Meg tudod a rendezőit. De amúgy most nem... Ki volt a lány? Fodor Zsoka? Na figyeljetek! Undorító. Könnyű kérdés lesz. Ki tért vissza a Jedi stílusba a sorozatba? Jedi stílusban kitérni. Így van, Magdi egy stílus. Ez mi volt ez a Jedi stílus? Ez hogy? Én nem értem. Szellemként megjelent. Jézus, jó vagy. Én nem tudom én, tehát ugye testi valami bögrét fogdosottál. Az nagyon. Igen, hát ugye a szerencsétlen halála után. Jöttem be, igen. Elvágottál? El, teljesen. És ilyen kicsit ilyen interferálós kép volt, és azt mondta, hogy Obi-Wan tábornok. Nem, én vagyok az anyád. Azt mondtam.
Tovább, annyi tiszta hobbiban. Nem, az idős Skywalker. Egy az egybe. Egyre jobban, egyre jobban lukasodsz, igen. Így is van, és a gázinus hasonló. Utolsó kérdés, utolsó kérdés. Melyik színésznek van a legnagyobb lába? Hát a Domokos Lacinak. A Domokos Lacinak nem szerintem. A tyatyának? Szerintem a Lacinak. A Bárkonynak. Így van. Így van. Bárkonyinak. Itt kompenzáció. 48-as, ha jók az értesülésünk. 48-as. Igen. 48-as. Hát igen, de neki már nem kell cipő. Ez egyenesen arányos? Na. Nem. Jött egy két esetlenes. Vagy a fordítottam. Figyeljetek. Jött egy két hallgatói SMS. Csak hogy megválaszoljuk azokat is. Vili bán, mit érzett, amikor felrobbant a pálinka főző? Nagy szomorúság. Hét nap, hét éjjel sírt a stúdióban. Úgy szeretem az ilyen kérdéseket. Rami, a tűzoltó le fog varni? A tűzoltodát... Én most csak kérdezek, én ezt nem tudom, hogy ez most régi rész, igazán, új rész. Szerintem nem tud levarni homoszexuális. Mert a Tóbiás fogja levarni a tűzoltó. Egy tűzoltó is van a sorozatban? Hát igen. A tűz... Lassan el kéne kezdeni nézni, mi? Van egy gyermekem, a legjobb barátom, aki meleg, és ő megtermékenyített engem, és neki a pasi a tűzoltó. Atya úristen! Ugye, ugye? Volt egy profil. Volt egy profil. Lett támad nézni. Profilváltás volt a békában, én úgy látom, hogy azért itt beszéltünk. Figyelj, gyakorlatilag hétköznapi problémákat feszeg. Egy meleg tűzoltó. Abszolút, igen. Azt mondja, Berényi Miki nincs ott, de remélem elküldte az aláírását egy Szalvitán kedvességbe. Ez egy másik történet, ezt nem biztos, hogy ismétlődik. Igen. Jön-e még vissza Magdi Rész ellenformában? Nagyon várjuk, kérdezi egy hallgató. Erről hát így, ti nem beszéltek, vagy nem tudtok sokat. Mi is nagyon várjuk. Ti is nagyon várjátok. Megjelenik egy ilyen gömb, kicsit beleéget az aszfaltbe. Mi néha így asztaltáncoltatunk, és várjuk. Igen. És aztán pedig fél térdől a mesztelőn fel. Ramitól kérdezem, hogy jövőben várható az Instán hasonló kép, mint a múltkori tücsis közös kép, mert az nagyon jó tett nekem, írja egy hallgató. Várható-e még ilyen? Szóval, mi volt? De a piros csúnyán nézett a sarokból. Hallgatók, ha nem tudják, a Tücsivel a Rami posztolt egy, azt mondtuk, közös nyaralás, vagy nem tudom hol, egy meglehetősen lengén öltöző, nagyon jó, nagyon szexi kép volt, tök jól nézitek ki. Egy fürdőruhás kép, de vadító volt. És volt rajta két ananász is, de ők nem látszottak. Igen. Azt mondja, hogy a BK-házban mindenkivel összefeküdt a 8000 rész alatt. Igen, csak én. Hallgató. Ne, azért vannak kivételek. Igen. Vili bácsi, mi a helyzet az isjászal? Szívesen segítek, masszőr vagyok, kérdezi Józsi. Neked isjászod van most? Van egy kicsi néha, de privátban visszatérhetünk rá. Igen, amikor ugye a sorozatbeli karakter hasonlít. Világos, az igazi karakterhez. Olyanban, hogy szóltok, hogy valamit emeljenek át? Vagy valami jó lenne, ha megjelenne? A gázit szoktuk, de nem. Emeljék át a 90-es évekből. De hogy valami történik veletek, és az emberek mondjuk azon látható nyomai vannak, vagy egy hajváltozás van, vagy mit tudom én? Hát szerintem azért a dramaturgia figyel rám, és sokszor észreveszük, hogy bekerülnek privát események a forgatókönyvbe. Ja, lehallgatják a telefonbeszélgetést. Finomabban fogalmaz. Megkövetik a Facebook profilunkat. Ilyenek. És nézik. Igazából mi írjuk a sztorit. Na jól van, hát ezek voltak a kérdések egyébként, nagyon sok jön, csak most nem tudom, ez vagy elugrott a gépem. Azt, csak Balázs most beszélni, hogy szeretnék kicsit az Uberről. De jó lenne, Jó. Hogy földobta így a reggeli hangulatot? Bocsánat, néha kicsit komolyabbak szoktunk lenni. Jó, aláírás kérnek majd tőletek sokan, hogy ezt mi valahogy sorsoljuk ki, vagy dedikáljuk, úgyhogy, vagy dedikáljátok, és akkor mi ezt odaadjuk majd, jó? Írjatok nekünk alá egy bögrét valamit, amit itt közösen tudtok majd. Borogat, igen, jó. Hoztatok valami merchandisingot? Van? Nem, van, nem hoztok mi, majd. Viszont aláírunk téged, és azt odaadunk. Azt nagyon jó. Itt aláírjuk, és ki lehet. Volt buli, vagy lesz buli? Igen, ilyen co-holder. Volt buli. A 8000-dik volt nagy ünneplés? Most lesz. Most lesz? Hát a rész, de amúgy már felvettük. Volt. Ja, volt. Tudod, ettünk meg minden. Persze, igen. Ami ezt lehet mondani. Volt. Ezt mondhatod. Igen. Volt. Igen. Igazi buli, ahol is éreztétek magatokat, vagy pedig csak ez a nagyon vidám csapatépítő tréningen vett részt a barátok között csapat egy kalandparkban. De köszönjük szépen. Én azt látom rajta, hogy te egy jó brigád vagytok egyébként. Egyébként, amikor elmegyünk egy ilyen csapatépítőre, azok tényleg frankon jók szoktak lenni. Van egy darab, egy ideig van a sajtó, igen, és aztán utána van az ez a sajtos topot várjuk, és utána igazán jó lesz. Igen, de mi jóba vagyunk.
Piroska begyűjti a fényképezőgépeket és a diktafonokat, és akkor utána még azért a elég sok időt velünk. Igen, töltünk együtt ahhoz, hogy kialakuljon valami. Én amit láttam, hogy baromi nagy a fiatalitás, tehát hogy iszonyatosan sok új fiatal karakter. Igen, tehát hogy nem tudom, mennyire vannak az Andrist is veszélyben az idősebb karakterek. Mert így erősítem ezt. De hogy kvázi, tehát hogy az arány az most már azért nagyon arra megy, hogy nagyon-nagyon sok fiatal van a sorozatban. Hát igen. Azért, mert sok gyereket szülünk. Akkor itt kirúgják, és az gázsiából, ugye? Felszeretelik. 4-20 éves. 4-20 éves és 3-16 éves megvan. Na jól van, oké, hát figyeljetek, nagyon komolykodni nem tudunk. Sajnáljuk, hogy Feri nem vett részt ebben a beszélgetésben. Ferenc Varias vagyok. Ferenc áldozatosan átadta a mikrofonját, mert itt azért van egy-két költségigény, amit nem sikerült 8 év után teljesíteni. Puszilunk, köszönjük szépen, hogy vagytok, vigyázzatok magatokra. Köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük szépen, és gratulálunk az egész BK-nak a 8000. rész, gyerekek. Hát azért le a kalappal. Köszönjük szépen, puszi nektek. Sziasztok. Köszönjük szépen, hello. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.